Nos. Akkor beszéljünk esetleg erről a Szocsi olimpiáról, mert hát ez valami csodálatos. Ez valami bámulatos. Tehát nem tudom, hogy ki gondolta azt, hogy ez majd működni fog. Hogy Szovjet Közép-Ázsiában majd működni fog egy ilyen nagyszabású beruházás, mint amilyen egy olimpia. Tehát ugye ezt a fasz gondolta. Még a moszkvai olimpia 1980-ban, amiről azt tudjuk, hogy így a franciákon kívül nyugatról senki nem volt ott. Tehát így igazán, és nem volt internet. Tehát így igazából bármi történhetett, abból a nyugatra nem jutott ki semmi. Bocs, a Los Angeles-i olimpián meg mi nem voltunk, viszont a románok hazavittek minden aranyat, úgyhogy mert ők voltak. Ja. Mert a románoknál akkora sztálinizmus volt, hogy ők megengedhették maguknak, hogy elmenjenek a Los Angeles-i olimpiára. Tehát, hogy ők annyi piros pontot szereztek Moszkvánál, hogy ez belefért. Tőlük belefért. Tőlük, akik a legvidámabb barak voltunk, és náluk nem tudom én ilyen trafikok nyílhattak. Egy jó áthallás a trafika volt rendszer meg a mostani rendszer között. Nem kell meg trafikok is, meg putikok is, minden kiskereskedelem, kisipar, mindenféle magánszektor, egy szűk magánszektort engedtek a társadalomnak. És ezért aztán nekünk nem volt szabad elmennünk a Los Angeles-i olimpiára, mert nekünk az meg hétvégi házunk lehetett meg, saját autónk lehetett meg, saját kisvállalkozásunk lehetett, úgyhogy akkor nem volt annyi kreditünk. Tehát tényleg arról van szó, mintha ez az egész ilyen csatlós státusz, ez arról szólna, hogy így van 30 kreditet, amit eljátszhatsz. Most vagy engedheted a saját társadalmadnak, hogy legyen ilyen kisvállalkozó, vagy elmehetsz Los Angelesbe az olimpiára, de mind a kettőt nem lehet. Várj, Robi, figyelj! És a lengyelek győztek a háborúba, ehhez képest a keleti területeiket nem kapták vissza. De a nyugatiak, a nyugatról meg kaptak helyette területeket, Németországot. Mi is örülnénk az meg, hogyha nyugatra tolnák az országot, bazd meg. Erre megszabadulnánk keleten egy csomó bugris parasztól, és osztrákok meg kapták helyetti. Tehát kezdjük ezzel. Szerintem... Akiket aztán át lehetne nevelni rendes magyarrá, de az is elmegy 200 év, az is elmegy 200 év, amíg megoldtuk őket. Ha nyugatra tolnánk, bazd meg, egész az Ober-Enziás tengeren túl, bazd meg, akkor is lemagyarosítanánk az egészet. De az a teltelne 200 év, és aki időt nyer, életet nyer. Te is tudod, hogy van. Így van. Na, visszatérve a lengyelekre, tehát akik azok nem mentek el az olimpiára, de nem is volt megengedve a magánszektor, tehát azok ilyen duplán szoktak, és WC-papír se volt itt rajta. Tehát ez a... Na, azért jártak már... Akiknek semmit nem volt szabad, azok a keletnémetek voltak. Tehát, hogy az egy mocskos náci banda, azokat megregulázunk. Még hogy olimpiára, még hogy magánszektor. Stázi, az bazd meg. De viszont látom, volt több párt. Az Lengyelországban is volt. Mind a két helyen. Igen. Igen. Hát jó, hát több pártrendszer. Mi is egyetlen lépésre voltunk a több pártrendszertől, nálunk is lehetett az MSZNP-re, vagy a hazafias népfront szavazni. A hazafias népfront eredetileg tudjátok, hogy képződött? Kurva unalmas sztori, ezért mondom el, és most nagyon hosszan fogok beszélni. 1945-ben, amikor a Magyar Kommunista Párt nem nyerte meg a választásokat, hanem 17%-kal tudott csak bekerülni a parlamentbe, és még a Szociáldemokrata Párt sem érte azt a szavazatmennyi... Ez jó, mi? Na mindegy, a lényeg az, hogy a hazafias népfront az úgy alakult, hogy a nem betiltott polgári pártoknak volt eredetileg az egy ilyen olvasztója, de már azért 10 év múlva nem mondták azt a hazafias népfront, hogy hoppá, ez a magyar polgári párt, meg a nem tudom, a kisgazdáknak a nem tudom milyen helyen, úgyhogy... Ez volt a sztori röviden, úgyhogy én is unom. Az a igazság, nem, titeket megszopattalak volna szívesen, csak elfelejtettem a sztorit részletébe én is, mert azóta azért... Nem geci unalmas. Hát igen. No. Ja. Szóval, hogy ez a Szocsi olimpia, erről esetleg ejthetnénk néhány szót. A kutyát mondan, az kurva. Az fantasztikus, hogy aki volt már a Balkánon, vagy volt Szovjet Közép-Ázsiában bár... Szavazás, ki volt délen és keleten? Hát Magyarországtól délre és keletre. Leginkább egyszerre, igen. Na, akkor van tapasztalat. Járt már a mély Balkánban. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk a Regádban, vagy Bulgáriában. Na, az nem csak a Google-os részéről hallott, vagy látta,
hanem ezt a tudja... A Hitler bögre, meg az SS kés, meg a Batman boxer, meg egyenek. Itt voltatok, amikor tartottunk termékbemutatót? A Puzsér elment 2 éve Bulgáriába, én annyira megkívántam, hogy a következőbe én is elmentem, csak Batman-t nem kaptam, de egyébként ugyanazokat megvásároltam, csak én még Stalin bögrét is vettem, de ő csak Hitler, mert ő egy náci, tehát tényleg... Csak Hitler! Ezt jegyezzük fel, és rögtön a mazsihisznek egy hanganyagot is küldjük rögtön. Csak Hitler szókapcsolatról! Hát, ha sikerül a mazsihisznek egy kicsit begyalni a seggébe. De most a mazsi... Metél seggébe, vagy hogy is van ez? A segget az csak a buzik vágják le a szőrt róla, elől metélnek, de mindegy, most a mazsi hisz, hogy honnan tudom mindezt, mi olvastam az interneten, az Index valamelyik blogjában. Tehát a mazsi hisz az most ilyen Fidesz felé orientálódik. Azomat. És az amerikai magyar népszavában azt is az amerikai népszava az csodálatos, Orbán zsidó tanácsa, ez a mazsi hisz. Az amerikai népszava az csodálatos, hogy éveken keresztül vártunk a balliberális kurucinfóra. És meg lett. És eljött értünk. Az amerikai népszava az a ballipsi kurucinfó. De egy az egyben, tehát azt kell, hogy mondjam, és hogy... És ugyanúgy támadja egyébként a ballipsiket is. Már liberális oldalról. De tényleg, végül megszületett a ballipsi kurucinfó. Szóval... Humortalan. Na, hogy van a kutya az olimpián? Szóval, ha valaki volt a Balkánon, vagy volt Szovjet Közép-Ázsiában, az tudja, hogy tele van kóborkutyákkal. De úgy tele van kóborkutyákkal, hogy ezek az ilyen szerencsétlen, ilyen lesoványodott kóborkutyák, ilyen falkákban, így ügetnek. Ez így megvan? Ahogy a szerencsétlenek így ügetnek ilyen hat fős falkákban. És tavaly halálra maradtak. Inkább azt is látod, hogy így melyik a melyiknek a kölyke, meg melyik baszta meg a melyiket, meg ez az egy saját kölyköknek baszta az ilyen. Ja. És ne nyomjál rasszista szövegeket a Robi a kutyáknál, vagy jó? Ne röhögjetek! Ki volt az? Kicikányozott! Rohadt szemetet. Na mindegy, hogy a tavaly halálra maradtak egy kislányt, a bukaresti kutyák, és akkor a főváros eltárt, hogy lelövöldözi őket, és akkor ilyen nagy nemzetközi állatvédő tiltakozás. De annyira jellemző, hogy semmit nem csinálnak 15 éven keresztül, és akkor egyszer történik egy ilyen elkerülhetetlen, szerencsétlen kutyák, bazd meg, így valamelyik így, kicsit megszaggatta, abban a pillanatban az összeset kiirtjuk! Tehát lenne egy normális egészségügyi minisztérium. Szóval csak annyit mondanám, mondjuk egy ilyen, megválasztják valamelyik kormányt, és akkor azt mondja az egészségügyi minisztérium, hogy 4 éves terv a kóborkutyát lanítás. És akkor az lenne a dolog, hogy így felszerelnének, mondjuk 30, nem kell sok, 30 ilyen furgont, amivel fejenként minden furgonhoz 2 alkalmazott, mondjuk 60 ember, tényleg egy minisztérium, Románia, az nem. 32-3 millió emberből bazd meg 60-at csak össze tudnak bazd meg. Európa Indiája. De nem is kell őket lelövöldözni. Egyenként be kell őket fogni, ivartalanítani, és visszaküldeni az utcára. Ja, azt hittem a románokat. Ez is egy megoldás, de szerintem ezt az Európai Uniónak kéne vége. Ezt nem lehet a román kormányra bízni, ezt azért el is megérted. Vannak egyszerűen uniós szintű ügyek. De a kóborkutyák kérdését viszont a román állam is megoldhatná. És mondom, 4 év. Tehát 4 év elég rá. Nem kell összebaszni, érted, ha mire gondolok. Szerint se meg egyébként. Tehát, hogy ténylegesen 4 év alatt egyenként összefogdosni a kutyákat, és annak azt a kutyát, amelyiket már ivartalanították, az kap egy ilyen piros műanyag gyakörvet a nyakába, hogy ne kelljen 2-szer befogni. Tudjuk, hogy ezek a román kutyák, ezek lopnak. Ezek egyiken lopna a másiktól, bazd meg, mert fölékszerezze magát, az nekem áronkan. Szóval, ugye, tudjuk, nem kéne kihúzni a gyufát az állatvédőknél se, nem kéne állatokat agyon lövöldözni, mert tényleg barbárság, főleg így az Európai Unió belül. De valamit kell lenni, bazd meg. Mindjárt megyünk a
olimpiára. Na hát, és de az a nagyon durva, hogy a kutyák azok ott hevernek döglötten az út szélén. Tehát mész az autóval, keresztül valami falun, és egy román ház előtt, ezek a román házak, ezek nagyon-nagyon ízlésesen vannak bevakolva, általában ilyen világos kékre, mindegyik. És azok előtt, a házak előtt, ott áll az meg ott fekszik egy ilyen döglött kutya, láthatóan ilyen 4-5 napja oszlik, és így senki bele se szarik. Nem történik meg, van, hogy az... Mert mindenki... Mert a románok ugye köztudottan ilyen francia kultúra iránt orientálódnak már százvalány éve. Bárhogy lenne van. Baudelaire-nek a Cadaver, a Dög című, ami Dögölt kutyáról szól című versét akarják így élőbe prezentálni. Tehát én csak erre tudok gondolni, tehát a francia-románok. Ez inkább az európai, az európérség és a kifinomult, szofisztikált, magas műveltség és a... és az ilyen high intellectual stílusnak a megnyilvánulása szerintem. Úgy is hívták egyébként Bukarestet, hogy a Balkán Párizsa. Szóval, azt kell tudni, hogy amikor ezt intézheti, mondom, az román állam egy ilyen közegészségügyi minimumot, hogy bazánk ne rohadjanak az utcán a kutyadögök. De ha a román állam ebbe beleszalik, legalább a polgármester, bazeg egy ilyen kugyos falunak a polgármestere, bazeg nem tud intézkedni, hogy ne rohadjon az utcának, hogy... De ha a polgármester is beleszalik, az az ember, akinek a háza előtt, annak miből álltak, kijön egy lopáttal, bazeg, és kibassza a konténerbe, vagy a kukába, bazeg. Ennyi nincsen, bazeg, hanem ott rohad az utcán, ahol megdöglött a dög. És a többi kutya nem eszi meg? Mert, várjatok, ez nem vicc. De nem vannak ezek a kutyák, ezek félnek az embertől. De a nagyon éhesek. Az más. Tehát egyszer nem kapott már állami támogatást az egyik ilyen vidéki kutya, mely a hely. Láttam egy dokumentumfilmet. Ilyen öreg tata, ilyen Matula bácsi is, csak annál hülyébb. Nem, ilyen szalacsi is öreg tata volt a izé. És akkor így svájci sapkába, azt hiszem az is, és így mondta, hogy és ezek a szerencsétlen állatok, a múltkor az a német juhász, az ott megdöglött, és abban a pillanatban, hogy az így leesett, az összes többi rávetette magát. Uram, nem mondok sokat, egy csont nem maradt belőle, egy ekkora csont nem maradt abból az állatból. És akkor ez így Magyarország, tessék. Mert már Románia jön akkor erre. Az biztos, hogy a keleti ország rész. Nem, ez valami Heves megyei cucc volt. Pest megyei. Szóval, a lényeg, hogy Bukarest, az kb. Úgy néz ki, hogy az opera mögött, bemész az operaház, a főtéren áll az opera, román állami operaház, és a román állami operaház mögé bemész, és megteszel, mész két utcán, csak mint hogyha a hajós utcán, ami ugye az operaház mellett van nálunk Budapesten, elindulnál, és így nyernél mondjuk kettő sarkot, ott ahol a Picasso Point van. Az megvan? Café Chagall. Ezek megvannak? Hajós utca. Na, az Bukarestben, az már kőbánya. Komolyan! Tehát, hogy két utcát mész az operától, ami a főtéren van, és már kint vagy a húgyos fazba, bazd meg! Kint a keciben! Kairóban nem volt ilyen élményed? De volt. Kairóban volt. Ez az asszociáció Bukaresttel kapcsolatban. Kairóban. Tehát, hogy a bivajok ott voltak két utcával a izé után, bazd meg. Belváros, egyszer csak ilyen kurva nagy szlám. Tudjátok, ahol mit tudom, fél méteres kunyhóban 5 gyerek van, és mit tudom én, eszik a fikát az orrukból, és akkor izé ott egy bicikli gumit javítanak meg, izé ott. Ja, hát, és ez a helyzet. Még egy utca, és mi vajon, az meg? Mi vajon? Kairóban ezen nem kell csodálkozni, mert Kairó, az meg, az azért Kairó, hát az arabok. De bazd meg, az Európai Unióban, tehát azért más az a helyzet Bukaresttel, azért nem ezt várná el az ember, hogy három utcát mész az operaháztól, tehát még látod az operaházat, bazd meg, még hogyha itt kinézel, és mellette 5 méterre egy
11 éves gyerek egy talicskára így 11 éves gyerek így áll, ez egy talicska, lukja a szájából a cikét. És ez Bukarest belvárosban. És ott valami sittet hordanak, hogy mi a kezik. 11 éves a gyerek. Na ez Románia. És ahogy közeledünk a Kaukázushoz, az a helyzet csak romlik nyilván. És hát itt kell olimpiát rendezni, hát hol máshol, bazd meg. Nyilvánvaló, hogy nem sikerült az, tehát az olimpiára való felkészülés során sem sikerült a kutyákat bazd meg eltüntetni Szocsiból. Hát hogy is, hogy a gecibe sikerült volna, hiszen hány éve kiutaltak ezt az olimpiát bazd meg a ruszkiknak? 6 vagy 8 éve? Hát nem volt idő rá, hogy a kibaszott kóborkutyákat eltüntessék a városból, de olyannyira nem sikerült, hogy egy kóborkutya bejutott a megnyitó ünnepségre. Arra egy olimpia megnyitó ünnepségére, bazeg! Most így képzeld el, hogyha én mondjuk azt mondom, aki egy viszonylag intelligens vagyok, vagy kb. Egy kóborkutyához képest legalábbis, hogy basszátok meg, jegy nélkül bejutottam az olimpia nyitó ünnepségére. És azt mondjátok, hogy bazd meg, ezt ügyes vagy. De egy kóborkutya, bazd meg, az hogy jut be? Hogy én így kiátszom az őrséget, érted? Azt mondom, hogy van ilyen hamis újságíró igazolványom, vagy mi a faszom, de a kóborkutyának ilyen nincsen, bazd meg. Az hogy a faszba jut be egy olimpia nyitó ünnepségére egy kóborkutya? Hogy a faszba? Hogy milyen ellenőrzés van ott, bazd meg? Csak hogy beüggetem! De képzeld el, hogy ott a kurva nagy ünnep, de egyébként tényleg jó, mert az közben meg a telefonodat lehallgatják, a szobádba a kamera van, bazd meg, azt is fölveszik a szarsz a WC-n, de a kóborkutya az bemehet, bazd meg. Az nem gyanús politikailag. Jó, a kóborkutya nem buzi például. Kóborkutya az országban ma tudjuk, hogy mi a helyzet. Kóborkutya, bazd meg. Ez heteroszexuális, anti-imperialista kóborkutya. Az a jó a kóborkutyában, hogy ezeket az olimpiákon általában a megnyitó ünnepségen az adott ország, amelyik rendezi az olimpiát, az így a saját magát reprezentálja a nyitó ünnepségen. Tehát így saját történelméből, hogy mire vagyunk mi büszkék, vagy mi jellemző ránk igazán, azt így megadják. A kóborkutya. És ugye ebben az esetben, így van meg a nyitó ünnepségen, így van meg így táncolnak, meg így nem tudom én, így tűzijáték, meg a faszom, és így középen keresztül őket egy kóborkutya. Mintha csak tervezve lett volna. Tehát így Oroszország nem szégyellős, ő megmutatja mindegyik arcát a világnak. Azt kell tudni, hogy egyébként a nyitó ünnepségen ott nem volt gond. Ott nem volt kóborkutya, ott minden faszán rendben volt. Úgyhogy azt csinálták, hogy késleltetve közvetítették az oroszoknak a nyitó ünnepséget, de bármi X-er van, akkor azonnal váltanak, tehát párhuzamosan futott felvételről a főpróba, ahol minden rendben ment. És abban a pillanatban, ha bármi X-er van, késleltetve van, mit tudom én, 10 másodpercen a közvetítés, azonnal átkapcsolnak a főpróbára, és az orosz nép soha nem tudja meg, hogy volt egy kibaszott kóborkutya, megnyitott. Az oroszok máig nem tudják, hogy volt egy kóborkutya. Így olvassák az internetet, hogy kóborkutya, és így nem értik, hogy mi a fasz. Bocskos nyugati gecik rágalmaznak. A másik az a 4 karikás olimpiai játékok. Az csodálatos. Már azt gondolom, hogy láttátok. Hát így az volt a koncepció, hogy így egyenként ilyen kis pavacsokból így megnyílnak a karikák. És így megnyílt az első, a második... Villanykarikák, igen. Elektromos karika! Olyanok, mint a bicikli kerék. Csak hogy elektromosabb kerék. És akkor kisült és elszegett. Világos kerék. Na mindegy, és a könyv. És elaludt. Kialudt a villany. És az ötödik karika, az nem jött meg. Az amerikai. Mert ne a vörös, a piros az a melyik piros? Melyik a piros kontinás? Amerika a piros, és az miért piros? A vörös bőrűek? A piros karika... Ez fasságot hozni. Életem. Ki kellett találni, hogy mindegyiknek legyen egy kibaszott színe. És akkor Ázsia sárga? Afrika fekete, Európa fehér? Hát de nem vagyunk képből... Nem láttad az avatárt, hülyegyek! Rohadék, az meg pont ezt akartam mondani, és a poéntem úgy. Szóval... Tényleg mi a fasz, amely kék Európa?
A buzik, mi? Két buzikat utálom a legjobb hangot, megint de Izrael zászlaja kék és Európa az... És Izrael nem Európai irány, nincs az Európában lehet. De Izrael az Európa. Nem, fordítva, Európa az Izrael. Érted? Érted? Fogalmazunk úgy, hogy Európa előre tolt helyőrsége a Közel-Keleten, legalább így. Fordítva. Európa, Izrael előre tolt. Európa, Izrael hátországa. Jó, na, nem valójában, nem Európa. Ez a különbség, látjátok, kis történet, ez a különbség az alulnézeti versus felülnézeti antiszemitizmus között. Az alulnézeti antiszemitizmusnak azt nevezzük, amikor Izraelt, illetve a világzsidóságot ilyen hatalmas démoni képződményként fölébe helyezzük mindennek, és úgy félünk tőle, és úgy gyűlöljük. Igazán gyűlölni csak alulnézeti antiszemitizmusban ellenben lenézzük a zsidóságot, mint egy tisztátalan népséget, és tulajdonképpen megvetéssel teli gyűlölettel. Nem igazi gyűlölet. Hát az a lenézés. Mi a különbség Gömbös Gyula antiszemitizmusa és Károlyi Mihály antiszemitizmusa között, mondjuk. Jó, hagyjuk Károlyi Gyula. Jó, Károlyi Gyulát mondjuk a... Betlen. Jó, Betlen. Betlen az a felülnézeti. Betlen az a felülnézeti. Pára erői a zsidót. A galíciai izék jött mentek. Kis zsidó. Igen. Nem a hatalmból zsidó. Nem arisztokrata, nem izé. Így van. Jó, de miért? Mert az egyik az egy főrend, a másik az meg egy kispolgár. A kispolgár az fölfelé vizionálja a hatalmas zsidót, akitől félni, és aki gyűlölne. A kapitalista. Ja. Most egy arisztokrata, bazd meg, hova fölnéz, bazd meg, ott már csak Isten van. A zsidó az... Értelemszerű. Szóval... Kihalt viszont a alulnézeti antiszemitizmus. A felülnézeti antiszemitizmus. Mivel, hogy eltűntek az arisztokraták. Most már mindenki troli. Vagy megjöttek a zsidók. Na. És az is fantasztikus, hogy e szerint a negyedik vagy az ötödik karikát azt egy másik szoftver vezérelte, mint a másik négyet. Lehet, hogy mindegyiket egy különböző, és az ötből négy működött, és egy meg nem. Ez jó arány. De olyan nincsen bazd meg, hogy valami működik, de nem. Hát azért, ha ugyanaz a szoftver vezérelte volna mind az öt karikát, azért akkor vagy megnyílik mind az öt, vagy egyik sem nyílik meg. De olyan nincs, hogy négy megnyílik, egy meg nem. Tehát olyan, nincs olyan lejátszó program, bazd meg, hogy na, megnézem ezt a filmet, hát az utolsó 20 percet már nem rakta össze. Hát ilyen nincsen, bazd meg. Hát így valószínűleg az történt, hogy az első négyet leprogramoztuk, de az ötödikkel, bazd meg, nem tudom, mert Svetlánát haza kellett vinni a sarokról, mert már légpénzt keresett. És akkor így az ötödiket majd holnap majd az Szerjózsa csinálj meg az ötödiket. Baszom, Szerjózsa megcsinálta az ötödiket külön, és akkor amikor a negyedik lement, akkor indítsad az ötödiket. És akkor indítottad, de bazdmeg Szerjózsa szarul csinálta meg, és elindulta. Ez csak így történhetett, bazd meg. Mint a Sanyi a Szent Koronával. Ja, valahogy úgy. Vagy valahogy úgy abból. Egyébként most itt... Sokat fejlődtek, az a Jelcin érában az volt, basszátok meg, hogy majdnem fölrobbantak az atomtenger alattjárók, meg ezek egész egyszerűen, mint elvesztették a kulcsot, bebasztak ott vodka gőzbe, fetrettek a tisztek, eladták, mit tudom én, az atombombát, mit tudom, pár üveg pálinkáért, és akkor az egész rozsdásodott, egyébként tényleg egyszer volt egy ilyen, hogy már riadó volt, egy ilyen, és a tiszt, és nem akarta bazd meg az őrség beengedni a tiszteket, és akkor a tisztek elővették a józanabb, aki gondolom nem volt bebaszva, előszedték a stukkert, hogy itt agyon lövünk bazd meg, hogyha nem engedsz be, és úgy hatástalanították és zárták le az egészet, mert bazd meg az északi tengeren egy atomkatasztrófa lett volna. Tudod, ez a berozsdásodtak, és beleszarnak, és közben már jelezték a műszerek, hogy kibaszott nagy gáz van, csak a maradék tisztek csoportja bazd meg a revolverrel erővel betört, és így hatástalanították a izet. Na ehhez képest ne haragudj, ez a Putyin Oroszország az egy ilyen, hogy is mondjam, rakétasebes, Sputnik sebességgel szágult valamilyen értelemben az ő fejlettség felé. Nem véletlen, hogy a mi szeretett és bölcs vezérünk is a magyarok szekerét a Sputnikhoz kötötte. De hát ugye, ha itt voltatok a múltkor, ezt már nagyjából kiveséztük, bár én a filozófiai diszkusziót mélységesen hiányoltam a témában. A másik, ami érdekes, olimpia? Hogy a csávó, aha,
A karikát már befejezted? Van valami hozzáfűzni valót a karikához? Hát mondom, tehát hogy elemek is egy gyulladt, vagy kigyullad. Nem nyílt aztán... meg! Nem... Kigyullad, bazd meg! Csak nem nyílt ki! Az volt a koncepció, hogy... hogy ki... Tessék csak! Annak ne, az nem mechanikailag nyílik ki, az egy vizuál. Tehát az egy... A berosdásodott. Nem tudom, belemászott a csótány. Hát a pufaszom. Kogorkutya megrágta. És egyébként állítja az, akik ilyen ironizálva írnak ott helybe, azokat ott zaphatják a hatóságok. Tudod, hát ez a... Megírtad, te geci? Hogy nem nyílt ki a izé? A piros kör. De az a fantasztikus, hogy tényleg a ruszkik sose tudták meg, hogy nem nyílt meg az meg az ötödik karika. Orosz tévéműsorában azért minden ideális, minden tökéletesen működött, úgy, mint a főpróbán. Az oroszok máig nem tudnak erről. Csodálkozom, hogy nálunk meg igen. Nem lesz ez sem mindig így. Nem ám. Ja, na, ami még a kurva jó, az a nő, aki többszörös olimpiai bajnok nő, aki meggyújtotta az olimpiai lángot. Ki tudja, hogy hívják ezt a nőt? Na, azt kell tudni a nőről, hogy az történetesen amellett, hogy egy volt olimpiai bajnok, és amellett, hogy ő gyújtotta meg az olimpiai lángot, emellett parlamenti képviselő Oroszországban. És a Twitterére, meg a Facebookjára valami két évvel ezelőtt kirakott egy képet Obamáról, ami Obama így éppen így eszik valamit, tehát így éppen látható, hogy így tele van a szája Obamának, és így benyúl egy kéz, és így ad neki egy banánt. Fajom! ez a nő. Ez a nő gyújtotta meg az olimpiai lábot, és mellesleg parlamenti képviselő Oroszországa. Annyira rá lehet ismerni bazdmeg arra, hogy hol fog tartani a mi rendszerünk olyan 20 év múlva. Bocs, a köztévén volt ez, hogy most a fekete fákó, ezt hallottad? Vagy nem, hanem hogy miért nem tudja Obama lehallgatni fekete fákót, mert hogy majom makogást adnak be. Ez ilyen poén, ez hol? Rádiókabarét, bocs. A mostani rádiókabarét, a közszolgálati rádió. Most ki a majom? Obama? A fákó a majom. A néger. Hát az Obama is néger, bazd meg. Mind a kettő majom, de a magyarok... A majom! Nem meg a elnök úr! A majom úr! Elnök úr! Szóval... Közszolgálati rádió. Tehát mondod, hogy mikor ér ide. Ja. Ha ide ér, bazd meg. Hát már itt van. Ja. Mozdulj már ide ér, csak a ketrecek, amik hátul vannak azok néha. Szóval... És ettől a nőtől, hát így meginterjúolták, hogy így ez a ilyen gesztus, hogy Obamának banánt, és reagált is a nő, és mondta, hogy neki, hogy egyáltalán nem tudja, hogy mit képzelnek, ő az orosz parlamentnek a választott képviselője, és neki nem kell magyarázkodnia itt mindenféle újságíróknak. És hogy egyáltalán, nehogy már a nyugati újságírók, akik folyamatosan véleménynyilvánítás szabadságából, meg sajtószabadságból, meg szólásszabadságból oktatják ki az oroszokat, nehogy már most őt számon kérjék azon, hogy ő mit publikált a saját Facebookján, saját Twitterén, meg a saját Facebookján, ő a saját gondolatainak, ezt a kifejezést használtam, a saját gondolatainak akkora kifejezést, amikor csak akar. Tehát ugye ezzel a gesztussal csöpörte le, de levette bazd meg, azonnal, ahogy kipattant a botrány, azonnal levette a Twitterről is a képet, meg a Facebookról is a képet. Tehát a sztoriban az a vicces, hogyha ő ennyire öntudatos, meg parlamenti képviselő, meg a faszom, és ő kiáll a saját véleménye mellett, ami szerint majom, akkor bazd meg, akkor vállalja, de akkor ne vegye le a kibaszott Facebookról, akkor adja fönt. De nem, de ez annyira, ez a balkániság bazd meg, ez annyira tipikus bazd meg, hogy Ez a kettős mérce, bazd meg, ez a, amitől Magyarországon a Jobbiktól az MSZP-ig, bazd meg, mindenki attól koldul, hogy televesszük, de közben meg, bazd meg, verjük az asztalt, hogy jogunk van. Nem vetett ki. Hát lehet, hogy a Putyin az asztalt, hogy... Egyébként... Jogod van hozzá, de
Stand by le. Láttad a Peter, ezért? Interjú. Nem interjúnak nem nevezném azt a kis parlamenti közjátékot a HVG újságírónője meg a Pintér között. Igen. Na, tehát ez a hogy jön ahhoz, hogy engem kérdezzel, csak így a Pintér tudod ilyen gyilkosszerűen. És mi van? Mi van? Mit akar? Mi a fasz van? Megerünk csak hátra. Hogy kaptuk kertézni ebben a stílusban, érted? Látta valaki? Na igen, kedves belügyminiszterünkkel? Hát hogy mit szó? Volt egy HVG, nem, a forint gyengülése. Most ugye a forintnak van itt megint egy ilyen mélyrepülése, és a HVG és újságíró Pina, az végig ment a izé, én már a Fideszhez itt benyaltam magam. Végig ment a parlamenti folyosón, és fideszes politikusokat szólingatott. És persze úgy, mindenki így, meg úgy, de elhajtották a faszba. Egy valaki talán a ilyen Gergő, hogy hívják azt a csávót? Valamilyen Gergő, mit tudom én. Tehát az állt levele beszélni. És akkor a Pintér volt a legarrogánsabb, de az a... Mely visszafordul, és elkezdi fenyegetni az újságírót. De tudod, ilyen mosolyogva, hogy ezt minek nevezné maga? Mi ez? Mit csinál? Nagyon kemény volt. Érted? Nem tudsz olyat mondani, bazd meg a putyini Oroszországban, ami Magyarországon ne lenne meg. Tehát nem véletlen ez az orientáció. Egyébként bazd meg, hadd legyen már önbizalma valakinek, aki megcsinálta magát, bazd meg a törvényen kívül is, meg a törvényen belül is. Tehát aki a mafia világban is a csúcsra jutott, bazd meg a politikában is a csúcsra jutott. Aki egyszerre a legnagyobb mafiózó az országban, és egyszerre belügyminiszter az országban. Az ő kezében van a rendőrség, és az ő kezében van, bazd meg, a teljes szervezet bűnözés, bazd meg. Vagy legalábbis az egyik legnagyobb bűnözői csoport, bazd meg. Ennek az embernek hadd legyen már kibaszottul önbizalma, hadd ne ugassok már neki valami mindenféle picsa, bazd meg, valaki HVG-t futott. Csak az utóbbi mondatokkal tudok azonosulni a korábbival. Na. Egyébként az a probléma, hogy Szocsi az egy fogalom volt a gyerekkoromban, tehát azért oda Szocsiba menni nyaralni, az csak a felsőbb elvtársak engedhették meg maguknak. Tudod, ez egy kitüntetés volt, hogy beutalót kaptál Szocsiba. Tehát az a, érted, Siófokra beutalót kapni, jó, hát azt a prolik is megkapják, de a még járási elvtársak se, megyei, városi elvtársak, PDKP, hóztagok, tagok, tehát azok mentek izélni Kocsira. Kocsiba, nem tudom, ez az annyira. Aztán a 90-es évektől az orosz mafiának ez a kedvelt üdülőhelye, és visszaállamosították, tehát újra ott tartunk a régi szép időkben. De mondjuk azért az orosz mafiától sem vagyok elájulva, a franc tudja, hogy a Putin a rosszabb, vagy azok a rosszabbak, mondjuk azok legalább Magyarországot békén hagyták a kicsába, tehát ez a Szeva bácsi, még erre emlékszem. Az öreg zsidó, volt egy ilyen csávú. Emlékszik valaki Szeva bácsira? Persze, hát nem éltetek még a 90-es években, mindegy. Visszatérve erre a témára, tehát hogy a múltkor ugye a búcsúval körüljártuk ezt az egészet, tehát ez a paksi paktum, meg az államosítások, stb. Magyarország russzizálódik, Oroszország felé fordul, minden szempontból kulturálisan és egyedek. Na most igazából már csak a stopper óra ketyeg. Te Robi, te mennyi időt adsz még nekünk, hogy itt pofászhatunk itt? Vagy bárhol? Várhatok én még európai búcsúval. Nem, azért nem van. Nem kell mindjárt hisztérizálni. Népszavazás. Maradjon-e Magyarország az Európai Unió tagállama? Szabályozva a kilépés az Európai Unió. Igen. Kis nem. Látta valaki annak idején? Tudjátok, 1938-ban az Anschluss volt, és ott volt egy népszavazás. Emlékeztek? Emlékeztek arra a szavazólapokra? Olyan szavazólapokat csinálta iszi a Göring, ez a ja, ekkora kör alatt a máj, ilyen kicsi. Kurva nagy. De abban azért benne volt az, hogy csak az meg a kicsit
azért nézzünk téged, moshatod ott az utcát, bazd meg. Akkor sikáltatták, tudod, a zsidókkal, kopcsikkal, meg mindenki valakinek a pofája, nem tetszett az utca követke. Szóval ezért. Úgyhogy ez volt az Anschlussnál, és így el tudom képzelni, Magyarország népszavazás, ami támogat a Fidesz, a Jobbik, kilépés az Európai Unióból, ugye abból az unióból, ami nekünk mindent megtiltott, még a disznóvágást is, és ezért, és akkor a szabad Oroszország, a szabad, végre visszanyerünk ősi magyar szabadságunkat, a keleti szkeppékkel, Levédiába és Etel közbe, és nem pedig az undorító, dekadens zsidó nyugatnál, és akkor ott lesz egy ilyen bazd meg, hogy kilépés, igen, és akkor bennmaradás, szóval ez a nem, és akkor az a jó lesz. Ezt egyébként bőven nem tudom képzelni. Most nem is így szeretem. Nem tudom elképzelni. Így beszéltek azok a 30-as években, akik aztán rábasztak. Volt egy híres anekdóta, ez még a 20-as években egy gyáros adott egy kurva nagy vacsorát, összes rokona, barátja ott volt, és azt mondta, hogy most ez egy búcsú vacsora, nem tudták, azt hitték valami család ünnep, holnap utazik. A tőkéjét már átmentette Dél-Amerikában, meg mint a tengeren túlra, kész, költözik Németországból, és akkor kérdezték, hogy de miért? És akkor mondja, hogy elolvastam Adolf Hitler Mein Kampf című művét. Kurva nagy röhögésbe kitört mindenki, anekdóta vége, ő maradt életbe egyedül abból az asztaltársaságból, ami ott akkor ezen a szép estén összegyűlt. Nem vicces, mi? Jaj. Jó, hát igen. Mesélj az anarchista fiatalokról, akik már itt látod, hogy Hitler bajusz atlangáltak. Ja, egy van egy barátom, aki a nagy kutató, és ismeri ezt a témát, és még beszélgetett egy olyan 15 évvel ezelőtt egy 90 éves nénivel, aki a 20-as években anarchista csaj volt Németországban, és ő mesélte neki, aztán utána nézett, és tényleg igaz, hogy a 20-as években az anarchisták, azok Németországban ilyen Hitler bajszot nyirattak maguknak, és ilyen mezitláb grasszáltak köszön vissza az utcán, és ilyen helyrel köszöntek, de annyira viccesnek tartották Hitlert, hogy ez egy ilyen poén, kurva jó, és így brahiból, poénkodásból elkezdték őt utánozni. Aztán, hogy pár év múlva, hogy el tudom képzelni, pár év múlva, amikor Dachauban találták magukat, már nem volt olyan vicces. Minden van, ba. Akkor jaj, már kötelező voltál, viszés. Jaj, lehet, egy ilyen Stanisztószerű figura lehetett a Hitler. Igen, yeah, stand-up tragedy is, végül is, tehát ez igen. Torgyán. Torgyán-szerűség. Most Torgyán úgy érzi, hogy most megint kiszabadulhat a gettóból, és most vissza akar térni a szerencsét. De ne, most komolyan. De igen, megint publikál. Van hír Torgyán? Megint valami kis gazdapárt szerveződik, és Torgyán megint ott van, hogy tönkre tegye. Csodás. Hát ezek szóval csodás, hogy ezek, de nem az a csodás, hogy aki egyszer belekóstol ebbe a politikusi létbe, az nem tud, az nem írja abba hagyni. Tehát az függővé válik attól, hogy ingyen, uszításért, 750 ezer forintos alapfizetés plusz juttatások, bazd meg. Azért, hogy így mindig megmondják, hogy hogy szavazz, de el ne tévesszek, hogy igen. De maguk vagy, ők a hazáért. De mit dolgozzak, de tényleg milyen munka, tehát hogy most komolyan, és bazd meg. Fog te ülni éjszaka. Aki éjszaka persze. Akik soha életükben nem dolgoztak, bazd meg, hogy persze se. Már ő nem tud hova visszamenni most. Hova menjen vissza Kuncze Gábor dolgozni? Már soha, tehát hogy őnek nincsen szakmája, neki ez a szakmája, bazd meg. Ő ucít és megvédi a hazai zsidóságot attól, hogy elgázosítsák őket. Neki ez a szakmája. Ő ezt csinálja, bazd meg. 20 éve, bazd meg, ezt csinálja. Most őt nem választják újra, bazd meg, hogy hova menjen vissza. Ő nem ért semmi máshoz. Most van az, hogy Kuncze Gábor elindul a DK színeiben újra Tunaharasztin. Sziget-Szent Miklós. Tunaharaszt is oda tartozik, bassza meg! Na, Szigetszent Miklós, jó! Szigetszent Miklós! Álljunk meg, ne tévedjük! Szóval, itt aztán figyelni kell, hogy mondasz, bassz meg! Abszolút! Figyelj, és szerintem a kurca bejutsz? Nehogy jut be! Hát akkor meg nem csinálja. De az a vicces, bazd meg, hogy a Kuncénak ennyi érdekérvényesítő képessége volt, hogy a Gyurcsánynál egy Sziget-Szent Miklósi egyéni jelöltséget ki tudott magának bulizni. Nincs rajta a listán? Nincs rajta. De a fotó rajta van.
Milyen volt a Fodornak, ami a Kuncinak nem volt? Női WC. Fodor, hogy tudod felkerülni a lista 5. vagy hányadik helyére, baszd? A női WC. Volt egy ilyen zenekar a Fodornak. Női WC, ez volt a neve, de az a Fodornak volt, nem? Kibaszott abszurd ez a beszélgetés. A női WC miatt. Lázos. De volt egy ilyen zenekar azért. Hát mi más érdemét tudod felsorolni? Nem az érdeme, valamit a Fodornak tud... Az oktatási miniszter volt a Fodor. Nem volt ő ilyen? Nem volt. Ja, csak akart. De volt. Tényleg az is volt. Na, ennyi te. De jellemző, basszátok majd, hogy én meg még itt elbizonytalanodtam egy pillanatban. Pár hónapig lehetett. Több mindegy, hogyha valaki 5 percig volt diktátor, mint a rejtőben, akkor is volt diktátor én. Jó, hát én világos, hát... Világos, hát... Kis Károly is volt király, egy pár hónapig, amit csákányra a fejben nem basztál. Havas Erik is volt. Volt miniszter 2 hétig? Államtitkár volt 3 napig. 3 napig. És utána fölvette az államtitkári, tehát miután lemondott, azután neki járt valami éveken keresztül ilyen végkielégítés, bazd meg, és... Elvállalta, 3 napig csinálta, lemondott, bazd meg, és utána éveken keresztül kapta a pénzt utánban. Hogy nagyobb. Ezt a Havas Erik megcsinálta, és már másnap ott ült benn, bazd meg, a Napkeltében, vagy hol a faszomban, és ő kérdezett embereket, bazd meg, hogy keresztűz. Hát, hogy ő volt keresztűz alá embereket, bazd meg, 3 nappal azután, hogy ő 3 napig államtitkár volt Magyarországon, bazd meg. Megérdemelt a pénzt? A végén, mert akkor több kárt okozott volna, hogy ott van, a pénz azért kapta a vasárik, hogy ne maradjon a pénz. Na, tudod, ez olyan, mint van olyan újságíró, aki abból él, amit megír, és van olyan újságíró, aki abból él, amit nem ír meg. Na most ilyen értelemben, ahol a felik, az olyan politikus, aki nem politizál, és ezért kapja a pénzt. De hogy tudod, hogy ez a Havasári, a tanár úr. Ő a tanár úr! Ő, aki bazd meg, Molnár Anikót kivel baszott pénzért Dubájon című könyvet ír, bazd meg! Ő ma a tanár úr! De mindegy, mert Molnár Anikót is megírta. De az a te csajod volt, nem? A bulvár, tudjátok. Ez fáj neked igazán. Meg a mindenféle ilyen kurvás sztorik. A pornóra. Az állatpornóra. De tényleg az ilyen legalsó, mocsok szarul megírt szemét, bazd meg. A ponyvának is rossz szar, bazd meg, de tényleg az a begyújtó gyújtósnak is. Ez is ő a tanár úr, aki 3 napig volt államtitkár, bazd meg, a végkielégítésén. És ő a magyar média tanár ura. És ő tényleg, bazd meg, tanítja ezt a szakmát. Tehát amilyen a szakma, olyan a tanár. Fordítva, amilyen a tanár, olyan a szakma. Fejétől gűzlik a hal. Ja, most a kutyúk volt előbb, vagy a tojás? Tojás. Nem, azt a kollega... Itt van a tyúkos kolléganő? Nincs itt. Jó. Itt van, csak nem vállalja. Csak nem vállalja az arcát. Na! Figyelj, egyébként a Havas, az ilyen... Úgy állítottak a például a pornos könyveit, hogy ilyen társadalmi problémákra érzékeny, és tabukat feszeget, és komoly mély társadalmi problémákat... Na, Hajdú Péter is így gondol magára, hogy ő egy ilyen tabudöntögető újságíró. Tehát, hogy ő egy olyan újságíró, aki elmegy odáig, ameddig más újságírók nem mernek. Meg hát a képességeikből se telik. Na, Hajdú Péter tényleg így gondol, hogy ő egy ilyen tabutörő újságíró, aki tovább megy el, és ezért sokan irigyek rá, mert hát így többet mer, mint más. Na, mondjad, Vida. Most meg hallgatsz, mi? Csak belepofázni bele tud, amikor meg kérdezlek, hallgatsz, mint szarapűben. Nem láttad, hogy a Robi beteg van? Izzad, lázas, aszproci, én hoztam neki gyógyszert. Panadolt, aszpirincét. És ehhez képest kiült ide. Kérdezzetek tőle. Na jó. Mi várható? Nekromanciáról akartál beszélni. Hát nem beszélgetni. Nem tudom.
Olvastátok-e azt a cikkemet, ami pár nap múlva fog megjelenni a magyarán? Gondoltam, bunkók vagytok, mint mindig, de nem baj. Körkérdést intéztek neves emberekhez, köztük szerénységemhez is. Mi szerint, ugye mostanában megy ez a botrány a Fidesz emlékmű. Tudjátok, mi ez a Fidesz emlékmű? Ez a második világháborús, a Szabadságtérre tervezett, a szovjet emlékmű mellé, vagy mögé, vagy nem tudom. Ez a turulmadaras, Gábriel alkangyalas, akármi kompozíció, ami elvileg minden második világháborús halottnak emléket állítani, és akkor ezzel ellen tiltakoznak és különböző zsidó szervezetek, meg antifasiszták, meg egyebek, sztorit ismeritek. Na, most akkor ennek kapcsán, most megint van egy ilyen emlékmű botrány Magyarországon, ugye a szimbolikus politizálás az nagyon-nagyon menő. De az a csodálatos, hogy egyszerre tiltakozik ellene a magyarországi német kisebbség és a hazai zsidó kisebbség. Már legalábbis a mazsi hisz. Tehát, hogy így az a csodás, hogy sikerült a németekkel meg a zsidókkal egyaránt így kihúzni a gyufát ezzel az emlékművel. Az egyik az azt mondja, hogy hát ez így kibaszott sértő. A másik anyag azt mondja, hogy hát ez kibaszott sértő. Hát ez nem elég, nem, hogy, hát hogy ez nem eléggé sértő, már nem ránk nézve, hanem rájuk. Érted? Tehát hát így ez... az egyik az sokalja, a másik az kevesli. Hát ez a lagynál egyet kiköpi az Úristen a szájából. Hát lehetséges, de lehetséges, hogy ez egészet nem kellett volna, mert japasznak kellett volna. Na. De nem, mert ők ezt is. Nem, mert ők ezt is, bazd meg. Tehát, hogy ők a maguk részéről, ők ezt az egész antifasiszta melót is elvégzik. Tehát, hogy azt se engedik át másnak. Tehát, hogy ez a kormány tényleg így áll hozzá, hogy hogy nehogy már majd valaki más lesz helyettünk az antifasiszta, faszomat! Nehogy más. Majd mi megmutatjuk, milyen az antifasisztaság, basszátok meg, az is nekünk jár, bazd meg, Tomikán! Tomikán! Kurva geci kurva anyjukba küldjen el őket, bazd meg, zsidóul! Nem magyarul, zsidóul! Zsidó kurva anyjukba! Na, és akkor kérdeznek embereket, hogy van-e kedvenc emlék? Mi a kedvenc emlékműjükről a sztori? És ezt így leírni egy, így tudom én, három karakterben. És akkor ez így is. És akkor nekem is van egy kedvenc emlékművem, amit én állítottam még annak idején. Nagyon elegáns. Nagyon elegáns. A saját magam által állított emlékmű a kedvenc emlékművem. És akkor... Nagyon tényleg. Erről írtam. Kilusos. Igen. Na jó, de úgy írtam róla, hogy egy srác ott a... Még ízléseket. Meghivatkozni magadat. Akár Orbán Viktor is írhatná. Egy srác 1989-ben a Hősök terén hazaküldte az oroszokat, és ők hazamentek. Na, de nem ez a lényeg. Ki hívhatja őket most vissza, ha nem ugyanaz a srác? Bárki más hívná őket vissza, bazd meg, az hazárulás lenne. Ez a srác, aki hazaküldte őket, bazd meg, jogosan hívhatja őket vissza, bármikor hazaküldte ki őket újra. Hogyha kihúzzák a nyugat, vagy valami bazd meg. Most nem jól hasítják az atommagot. Most már ez a nekromancia, de most nem a nekromancia. Most a nekrofíliáról még, majd tegyük a nekromancia. Tudjátok, a halottakkal való izé, buzulás. A Bencsik. Bencsik András neve mondta valakinek valamit. Kedvenc újságírónk, ugye Robinak régi példaképe, tisztelt kollégája, tulajdonképpen azt hiszem elmondhatjuk, Robi, hogy igazából Hajdú Péter után Bencsik András a második legkedvesebb újságírót Magyarországon. Mondjad, nem fogom tiltakozni. Na, mert én olvastam a neten, bár te akkor még nem voltál itt, mert még az emigrációba a keserű könnyeitel sóztat a kenyeredet, hogy volt valami kis áttér oda Bencsik Bandival, ugye? Tehát nem közölt leveled egy interjút, mert te ilyen kétfrontos emberként, mint ahogy szoktál, ugye kiosztottad ezt az oldalt, azt az oldalt, és akkor nem közül, és az internet meg legközölt egyik mekkora nagy faszkalap, ezzel csinált reklámot a Puzsérnak. Hát én kurvára leközöltem volna, a demokratát ki a faszom olvassa. Ki olvassa a demokratát, bazd meg? Penészes pinájú keresztény nemzeti műzé, öregasszony, bazd meg. Kizárólag ilyen hortista nyuggerek, bazd meg. Ebben az országban vannak a Kádár nyuggerek, meg a horti nyuggerek, bazd meg. Ezek olvasnak nyomtatott sajtót körülbelül. És ezek tényleg nem tudnak bekapcsolni egy számítógépet. És nyugodtan meg lehet
szerettek volna jelentetni a kurva interjút. És így viszont bekerültél a netre, ahol mindenki elolvasta, és még a jobberek egy részének is tetszett, és a Bencsik meg jól leizélte magát. Ja, az... De a Bencsiket ez mindez nem érdekli, mert őt az se érdekli, hogyha a Fidesz veszít egy csomó szavazatot ezzel, vagy egy csomót, bazd meg, mondjuk elveszít 300 szavazatot ezzel, bazd meg, na, nagy dolog, bazd meg, de legalább az Orbán Viktor, hogyha elolvassa ezt az interjút, nem a Demokratában olvassa, és nem a Bencsikre fog haragudni, hanem rád. És a Bencsiknek ez már megéri. De ő tényleg így gondolkodik, bazd meg! Ha valaki ennyire szervilis, hogy ír egy újságot egyetlen embernek, bazd meg! A magyar futár, vagy mi a faszom annak a Demokrata az a cím. Ja, a Demokrata, de amit kitaláltak a kérdésére. Magyar história vagy. Magyar história. Krónika, bocsánat. Tök mindegy. És, na, és akkor most Bencsik Bandi, közös barátunk, aki annak idején a Népszabadság Pártélet című rovatának volt a főszerkesztő. De úgy hazudik, mint a vízfolyás, bazmer! Úgy hazudik, mint a vízfolyás, bazmer! Belülről bogasztotta a rendszer. De nem ez hazudja, bazmer! Van egy Facebook bejegyzése, azt írja, hogy 1 millió forintot kínálok fel annak, aki bizonyítja, hogy én a Népszabadság Pártélet rovatánál munkatárs voltam. Keresjük ja, hát akkor nyilván, nyilván nem főmunkatárs volt, hanem munkatárs. Aha. Ezt írja, hogy aki bebizonyítja, hogy főmunkatárs voltam, mert annyira tehetségtelen volt, hogy nyolc fölfelé, de nem jutott. És ezzel elhenceg, bazdmeg. Hogy igazi, igazi, méretes nagy komcsivál nem sikerült ki fölnyalnom magam. Nem volt pártag. Na, szóval Bencsik Bandi... Pártag nem volt bazdmeg, pártagból volt 800 ezer. Népszabadság pártélet rovatánál nem 9-en voltak, bazdmeg. Tehát ő... Meg a nagyobb elit, bazd meg, tényleg. Már melyik közül? Nem figyeltem. Hát a pártakból volt 800 ezer. A Népszabadság pártélet rovatánál dolgozott 9 ember, bazd meg. Az MSZMP KB központi bizottságának pártélet rovatánál, bazd meg. Melyik a fontosabb pozíció? Pártagnak lenni, vagy a Népszabadság pártélet? Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én Beria személyes munkatársa voltam, sosem voltam orosz. Ahogy Beria se köztudottan egyéb iránt, grúz volt. Na. És mit Sztálin. És a Bencsik az, ha nem volt pártag, és mégis a Népszabinál volt a pártéletnél, akkor 3x3-as besúgó volt, mert a 3x3-as besúgó 90%-a nem volt pártag. Tudnék, volt egy direktív, hogy nem lehet pártag egy besúgó. Hát pontosan bazd meg, hát ki a faszom súg be egy párt, vagy ki a faszom szólja el magát egy pártag előtt? Hogy súg be egy pártag? De nyilván nem túl hatékonyan súg be egy pártag, hogy vagy a pártba léptetjük be, vagy a 3x3-as ügyosztályhoz, bazd meg. Most mind a két helyre beléptetni semmi értelme nincsen. Ja, fasságot, bazd meg, izé... Ilyen a világon nincsen. Lehet, hogy a szovjeteknek kémkedett a Kádárék után, érted? Volt ilyen. Jó, a Bencsik tényleg a világ alja. Ne onnan dumáljál már, na ezt akarom mondani, de a Bencsik Bandi új húzása volt, miután Puzsér Robit is magára haragította, hogy na, izé, most fölmászott néhány PMS aktivista az Ádernek a mire? Palota, oda az erkélyre, Sándor palotára. És akkor az a Bencsik, aki 2006-ban úszított bazd meg, hogy ostromra vezette ott a jobber népet bazd meg, hogy gyújtsák föl a parlamentet meg minden, az most itt a Demokrata címlapján, így van a szennylapjának a címlapján, az volt, hogy forradalom! Ekkora kurva nagy betűkkel, és most meg ugye a rendőre le kell lőni azokat a rendbontó anarchista támadások várhatók Magyarország ellen, érted? Ez a anarchista támadások, és miért nem lövetünk, érted? És akkor a ügyet paszkalap az meg életébe állít, ne pofáznál bele, vida az Isten bassza meg, zsorga, kérde, egy kurva mondatot nem tudok mondani, majd lesz-e itt van a kurva mikrofonot, akkor mondja! Figyelj, biztonsági őrök, vezetessék ki ezt a fiatalembert innen a faszból. A terrorelhárításnak kéne az gyereket lelőlgetni. Igaza van a Bencsik. Vasítom már régen előttek volna az gyereket. Megint topázik, megint.
Az istenedet. Na, Bencsiknek a niga. Meggyőzött az meg. Ez ilyenek miatt tartik az ország az meg. A rohadt anarchisták miatt, érted? Az országot most anarchista támadások fenyegetik mindenhonnan. Minden, március 15 lesz az a dátum, amikor egyébként szerintem a Petőfitől befosod bazd meg, a Petőfi arcképtől, mert azon elég forradalmi is, meg anarchista is, meg itt a kokárda, meg egy... De hogy hívhatja anarchistáknak bazd meg a PM-eseket, akik a izé bazd meg a parlamenti választási összefogásnak a választási listáján vannak rajta bazd meg. Tehát azok az anarchista banda. Azok, igen, igen, ők, tehát ők a hivatalos ellenzéke jelenleg, a hivatalos kihívója. Ez onnan jött. Anarchista támadás, bazd meg. Ez onnan jött, ez ennek egy tradíciója van, egy hagyomány ennek az anarchistázásnak. Ne basz már bele, Gida, a kurva élet a fejedbe! Ez onnan jött, ez bazd meg így csivitel, és elfelejtem a mondatomnak a másik felét, bazd meg. Na, ez onnan jött, hogy amikor már a első Orbán kormány alatt volt valami tüntetés, most azt nem jut eszembe, hogy egy tibeti tüntetés, vagy az, amikor a parlamentbe bement valami négytagú ilyen Amrita, vagy minek nem egyesület, és leszórtak valami pacifista röpiratot, Ahimsa, igen, a nem ártás, szanszkritul, és akkor ez a csoport, az a szocik alatt volt, bocs. Volt valami tüntetés, vagy mi molinót a Duna feleden, érted, bazd meg, három ember, a rendőrséggel ütött őket már rendnek kell lenni, és akkor az Orbán Viktor mondta, hogy nem tűrjük az anarchisták provokációt, és gondolom, mint a gazdája, hogy Bencsik, tudod, egy jó kutya, de életében fingja, mint az anarchizmus, és akkor az Orbán Viktor, csak anarchisták, azok anarchisták, és akkor itt volt az első Duma, amikor elfoglalták bazd meg a HK-sok, vagy itt a höhö, haha, hehe, a a társaság elfoglalta a Fidesz székházat, és akkor akkor is az anarchisták ott vannak benne az anarchisták, és szerintem megjegyezte, akkor volt a Sósamos bácsi, tudjátok? Érsze ki Sósamot a pofádra, kisfiam! Tudjátok, a Horthy Kázár Nyugger megvédte a székházat, egy kis abban a smicsapkában, öreg, még egy cekkeres hiányzott volna, és akkor Sósamot a pofádra, kisfiam! És akkor volt ez az anarchistázás egy, és akkor most, meg Bencsik, anarchisták fölmásztak, beléjük lövetni március 15. Kurva jó március 15, egyébként beszarás. Ő már meghirdette, hogy március 15-én az államrend megdöntésére. Ő azt már kihirdette. Hát ő figyelmeztette az államhatalmat, az aki ekkora kutya legyen, korra játszom, az nem igaz, kurva jó. Legyünk Bencsikek, de ilyen... De a Bencsik az, amikor kitüntették, mert biztos kapott valami középkeresztet, vagy nem tudom, de azt láttam, hogy van egy olyan fotó, ahol beöltözött ilyen mézeskolás huszárnak. A díszmagyar, elbaszott díszmagyar, mert már nem emlékeznek, ilyen egy zsinóros, de mézeskolás huszár, ez tökéletes volt, de díszmagyarnak szánt. Ha nagyon magyarosan, nagyon zsidórosan akar felöltözni, azt is lehet ízléssel. Fölvesz egy ilyen fekete nadrághoz, fölvesz egy ilyen fekete zsinóros zakót, meg egy ilyen, nem tudom én, gallért nélkül inget, és akkor azzal az meg ott összezsinórozza magát. De ez mi pénzlajszlót játszott? Mi legyen nemzetek, bazd meg? De nem, hanem ő fölvesz bazd meg piros nadrágot, és kék fölső, bazd, tényleg ilyen mézes kalás huszár, bazd meg! János Mitéz! Operett Kukorica Bencsik van. Bement a parlamentben ezzel a piros nadrággal és kék fölső, ilyen zsinóros fölsővel, itt a huszár bazdmeg. Ilyen nyomorult kék figurát bazdmeg, ilyen nincs a földön. Legyen magyar, ha akar, meg zsinórosba, ha akar, de hát bazd meg a minimális, hát, hogy mondjuk, öltönyből is föl lehet öltözni elegánsan, meg föl lehet öltözni úgy, ahogy a Friderikusz, ilyen zöld, mint a bohózban. Hát mindenféle kollekcióból lehet kurva ízléstelen, meg ilyen normális ízléssel is fölöltözhet. Ki öltözött a kolumbiai diktátornak?
kolumbiai drogbárónak próbáltak. Báró, bocsánat. Igen. Várjál, nézzél, ez akkor volt, amikor vártak a bejárata, hogy széttörik a pofátokat? Na mindegy, volt egy ilyen is. Még a Hír TV-ben. Azon ott lettem volna, bazd meg. A BPTV-ről beszélsz. Egyébként kurva jó, visszatérve egyébként erre a békeharcos, békemenetes sztájra. Annak idején, amikor Puzsér még a Hír TV-be is nyomatta magát, akkor ő volt az egyetlen, aki ott vitatkozgatott a fideszesekkel. Volt az a Vitézi Zsófi, aki egyébként egy abszolút ez a kádárista, tudjátok, ez a mikrofonálvány-szerű annál már csak egy ellenszenvesebb van, bazd meg, az a barnahajú, büdös picsa, tudod, az a leleplezős, geci, a fejlentő, besúgó, féreg, csúszomász, az igazi fideszes, tudjátok, hogy a faszban, én ilyen buta, mint a seg, de nagyon buta, tehát így elképesztő, tehát a butaság, a rossz indulat és a korlátoltság, az az igazi fideszes keveréke. És akkor de lényeg, hogy a nevét a tetszett, ilyen műsorokban elment a Puzsér annak idején égetni magát, és vitatkozik, fogd már be, mint az Isten használ a pofádat. Ilyen, nem az Isten szidom téged. Ilyen műsorokba elment a Puzsérot égetni magát, akkor tájba ismerkedtünk egyébként össze, és ezért néztem be az meg, hogy ki ez a csávó, és akkor vitatkozgatott ezekkel a faszfejekkel, és akkor erre atrocitás éri. Nem elég, hogy elmegy a Hír TV-be egyedül ilyen és akkor beszélget, vitatkozik, mitől, mert egyébként nem ilyen ennyire vehemensen, de kicsit olyan elementárisan, de azért volt benne egy kis udvariasság, és és erre egy öreg néni elkapja valami gyors büfébe, vagy valami kolbászos zabál a Puzsér, oda megy egy néni. Mit üzöl maga a szilveszterrel? Mit képzel maga? Egyébként azért mond, hogy békemenet még sehol, de már így szerveződött azért az a békemenet dolog. Tehát azért megismerjük az ellenséget az utcán, és akkor a kolbász lenyomik a torkát. Tehát az öreg hortista, kádárista nyugger néni oda ment a Puzsérhoz, és akkor mit mondott neked, hogy ki a fasz a szilveszterrel? Azzal a seggfej alakja ott a operaházás mellett a izéje. Ókovács. Volt Ómolnár is, az is Ómolnár meg Ókovács, bazd meg. Ómolnár, aki kisgazda képviselőből lett a sztorinak a főszerkesztője. Na, de az a sztori megvan az Ómolnárral? Amikor kinek van meg az Ómolnáros sztorim? A Nagy Feró? Ja, nem Nagy Feró. A Nagy Feró kinek nincs meg az Ómolnáros sztorim? Wow, akkor elmondom. No, amikor a Csillag születik, még nagyon a nem tudom én a még a Prügyi Duó se esett ki, nem tudom közelíteni. Azt kell tudni a Prügyi Duóról, hogy a Prügyi Duóból az egyikük, az soha a kurva életben nem is járt Prügyön. Hogy a két sávúnak annyit nem gondoltak magukról, hogy nevet adjanak maguknak. Hogy mi vagyunk a... Exaltálsz! Ugye faszok, tehát ugye elnevezik magukat, azt mondják, hogy mi vagyunk a Sanyi és Karcsi! Ennyit nem gondoltak magukról, hanem oda mentek, hogy így jöttünk énekelni! Szia és kik vagytok? Hát ő a Karcsi, és jöttünk énekelni. De hát mit írjunk ki? Hát nem tudom. Hát honnan jött? Hát én Prügyről jöttem. Na jó, Prügyi Duó. Nagyon hamar kiderült, hogy az egyikük soha az életében nem volt Prügyön, bazd meg. Egyikük Prügyön lakik, de a másik az ott se jár soha. El se találna Prügyre. Valahol félúton a művelődési házba faszok, kit érdekel, bazd meg. Vagy ott kezdték a gyakorlást, bazd meg. Prügyi, bazd meg, ennyit nem gondoltak magukról, hogy nem is legyen, bazd meg. Hát RTL nevezte el őket, bazd meg. Jó, van Prügyi Duó. Kész, baszd. Ha háromszor megkérdezem, harmadszor nem tudod megmondani, hogy kik vagytok, akkor én mondom meg. És akkor az Óvolnár? Mondja már a Prügyi Duót! Na, egyébként a plazma a Prügyi Duóból az egyik csávót az utolsó nap, amikor már a gála volt, akkor így elvitte és beszpideszte. Szerencsétlen paraszt gyerek, soha életében nem járt testtel, és szarasz éjjel szpidezve. Annyira röhögtem. A másik az ilyen funkcionális fogyatékos volt, tehát azt mondjuk, hogy nem tudta megoldani azt, hogy ez itt a Speed, ez vagyok én Speedbe
beprügózik, vagy ébresztüdeznek, vagy... Az nagyon primitív volt az a gyerek, de a másik, az kicsit értelmesebb, ő tudta elmondani, hogy ő prügyről jött. Ő szaraszét volt spidezve, plazma. Köszi. És egész nap az meg, hogy pörögtek a plazmával, az meg a fasságon. Hú, na mindegy. Ómolnár. Akkor volt, hogy az Ómolnár, az behívott engem a szerkesztőségébe. Érzitek ezt? Akkoriban volt, hogy? Tehát ez a... milyen rég volt már? Hogy az Ómolnár Miklós behívott engem a szerkesztőségbe. Ez a Montevideo utcában van Óbudán, a Szonomának a Szonomának a telephelye. De az már eleve gyönyörű, hogy ő ott engem berendelt. Tehát az nem úgy történt, hogy megbeszéltük, hogy találkozzunk mondjuk a, nem tudom én, a jégbüfé előtt Talpik feketében, vagy valami. A hetes busz megáll. Hanem az meg ő berendelt engem, de nem úgy rendelt be, hogy egy átlagos csütörtökön fölhívott engem, és azt mondta, hogy Robikám, gyere már be, légy szíves a izébe, az meg az irodámba, már. Hanem úgy történt, hogy fölhivatott a kollégájával, és elkezdte, és átküldtek nekem egy olyan cikket, amit tele volt hazugsággal. De így az elejétől végig. Hát így tele volt írva hazugsággal. Kuzsér Roland, itt kezdődött, gondolom. Bazd meg, amit el lehet képzelni, hogy engem izé, hogy engem... Buzi vagy. Milyen körülmények között tudtak ki, hogy honnan, hogyan, miért mentem el máshova, miért nem vettek, hogy sehova nem, sehol, semmelyik állásomat nem tudtam megtartani, mindenhonnan kirúgtak, de már izé, már úgy tűnt, hogy tehát mindegy. Tényleg így volt, bazd meg. De nem az, de jó, mindegy lényeg, hogy... Tényleg kirúgták mindenhonnan. De nem, tehát hogy mondjam, tehát az úgy és ott bazd meg hazugság volt. És fölhívta a telefonon, hogy 5 percem van arra, bazd meg, hogy jóvá hagyjam a cikket, mert megy a nyomdába. Így mondtam, hogy nem tudom 5 perc alatt jóvá hagyni a cikket, mert tele van hazugsággal, újra kell írnom. Mindezt úgy, hogy egy autónak a volánja mögött ültem és vezettem. Tehát, hogy egy ilyen helyzetbe hozott a geciláda. És ezek után, miután nagy nehezen sikerült összeraknom a cikket, úgyhogy így fájdalmasan nagy hazugság nem maradt benne, csak sok kicsi, akkor így fölhívott engem, és mondta, hogy menjek be hozzá. Így az irodába. Így bementem az irodába, és így rögtön azzal kezdtem, hogy miért hazudsz? Miért kell rólam hazudni? Minden alkalommal, hogy megkerestetek. Mikor mondtam azt, hogy nem nyilatkozom? Mikor utasítottam vissza egy interjút? Minden alkalommal normálisan együtt lehetett működni, betartottam a szabályokat. Mindig, amikor küldtél valakit, bazd meg, akkor nyilatkoztam, átküldtétek, megírtam, visszaküldtem, megjelent, mindig normálisan együttműködtem, mi szükség volt erre? És akkor erre tudjátok, hogy mit válaszolt? Robikám, ti még sokkal lazább gyereknek gondoltalak. Nem kell idegeskedni. Mi most mit idegeskedsz? Csak az saját egészségednek áltasz. Tényleg ilyen volt. Te sokkal lazábbnak gondoltalak. Hú, a kurva anyád. Ezek után tett nekem egy állásajánlatot, hogy írjak a sztoriba. Írjak a sztoriba! És így szétszórva az asztalon volt egy csomó sztori magazin. Kurva nagy kupleráj volt az irodában. És az egyik sztori magazinnak, már azt amikor bejöttem, még mielőtt leültem volna, megfigyeltem, az egyik sztori magazinnak ott volt a címoldalán a Pintácsi Viki, aki a Szandinak a nővére, és az volt a felirat, ott volt mellett a leukémiás kisfiú, egy ilyen kopasz fiú. Így állt mellett, egy ilyen 16 éves forma gyerek. És az volt a felirat, hogy Pintácsi Viki és leukémiás kisfia nem adják fel a harcot. Ez volt a címoldal. Sztori magazin. És akkor kérdezte tőlem, hogy Romikám, én azt gondoltam, hogy nagyon jól együtt tudnánk működni, írnál nekünk ebben a sajátosan puzséros, ilyen éles, ilyen pikit stílusodban, így írnál nekünk, és
hétről hétre is. Ez kölcsönösen előnyös együttműködés. Akkor mondtam, hogy nagyon jó ötlet. Már tudom is, hogy mi lesz az első cikkem címe. Pintácsi Viki leukémiás fiának fehér vérén épül az Ómolnár villa. Erre mondta azt Ómolnár Miklós, a legendává nevesült szavak. Robikám, azt hiszem, hogy nem értettük meg pontosan egymást. Most a következő szám a Story magazinban az úgy jelent meg, hogy a Story magazin címoldalán voltam én és Kiszel Dünde. Az volt a felirat, hogy Kiszel és Puzsér. Kiszel Dünde már a címoldalon elmondta, hogy csak azért nem lett köztünk semmi, mert hogy mi együtt dolgoztunk a BPTV-nél. De csak azért nem lett köztem és Kiszel Dünde között semmi, mert a barátnői azt mondták neki, hogy házi úra nem lövünk. Csak azért nem lett a Kiszel Dünde is köztem, mert a Kiszel Dündét az ő barátnői lebeszélték. Dünde úgy döntött, hogy megvetette a dolgot, és így a pinálja helyett az eszére hallgatott. Beterelhetetlen, megszámadhatatlan karaktergyilkosság. Kurva jó, kurva hogy ilyen kis stílű legyen valaki, hogy így megsértem őt az egójában, így megszégyenítem őt, és akkor ő engem összekiteltüntéz. Válaszul. Bizonyítva. Jön erre is, rögtön az volt a cél, hogy kezdjek el magyarázkodni. Nem is úgy volt a tüntével, hanem. Ezek a tökéletes mondatok. Hát ugye ezek van az ideális. Úgy volt, hogy együtt dolgoztunk, de nem úgy kurtam, hogy hátul. Azért visszatértünk a nekrofiliához. Visszatértünk. Szellemi értelemben meghalottak a való baszás? Mindenféle értelemben meghalottak a való baszás. Na, egy kicsi komolyabb téma, vagy még omanározunk? Szóval, na, honnan indult ki ez az egész, hogy ugye ti nem olvastátok azt a kicsit, ami pár nap óra fog megjelenni a Machinelen, és egy csöppet sem csodálkozom, ismerve a társaságnak a szellemi nívóját. De abban volt egy érdekes dolog, egy remek gondolat, amit felvetettem, ugyebár én milyen rokonszemes járasztom a szimpátiát. Ne csinálsz Budapestről! Na, komolyra fertítve, szóval, hogy ami itt megy, az a koncepció, az nekromancia. A nekromancia az a fekete mágiának a legbűnösebbnek titulált, legvisszataszított, legaljább, legszörnyűbb, legmorbidabb, minden szempontból negatív fajtája. Nekromancia a halottakat föltámasztani, és tulajdonképpen a halottaknak a erejével, mágikus erejével operálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem te mész háborúba, hanem magad helyett föltámasztasz egy zombit, vagy egy zombi hadsereget, effektíve halott emberekből, és őket küldöd magad helyett harcolni. Érthető ez? Ez egyfajta fekete mágia, erről beszél a fab. És a boldog régi szép időkben, amikor még volt rend, az ilyen figurákat gótikus főtereken porigyúrják. Most arról van szó, hogy a halottat megfosztod a saját identitásától. Tehát az a halott ember leélte az életét valahogyan. Szerette az anyját, meg nem tudom én, szerette a rántott csirkét, különben nem tudom én, ő mindig utálta, hogyha esik az eső, de mindig is szeretett, nem tudom én, kecskepászor volt, és szeretett legeltetni mondjuk. Tegyük fel egy ilyen figura. És őt a halála után te felhasználod anarchistaként, hogy bazd meg a Sándor palotát, azt gyújtsa fel, mondjuk. Nincs a halottnak ereje. A fekete mágos irányítja. Erről a halottnak akarata. Tehát téged megfosztanak attól az énettől, attól az identitásodtól, aki élőként voltál, és felhasználják a te porhüvelyedet, attól teljesen idegen célokra, mint ami a te életednek, a te korábbi identitásodnak a szelleme. Vagy nem a porhüvelyedet, hanem a szellemedet. Tehát kísértetként manipulálnak veled. És vannak ilyen nagyon szép régi romantikus metszetek, már nem úgy romantikus, hogy 19. századi, hanem úgy romantikus, hogy olyan, értitek? A bizsergetők, hogy mit tudom én, Edward Kelly és John Dee, ez két ilyen alkimista volt, meg varázsló a 16. században, Rudolf császár udvarába egyik, mit tudom én, beleesett a várárokba, és ott lehette halálát, a másik az megúszta,
és amikor szökniük kellett, és akkor halottak, föltámasztottak, és akkor operáltak vele. Tehát egy nagyon sötét mágia. És szerintem, ami Magyarországon folyik, kb. Egyébként 100 éve, az nekromancia. Tehát ez az állandó emlékmű építgetés, szimbolikus politizálás, meg történelmi sérelmekkel való operáció, hatalmi célokra, tulajdonképpen nem más, meg ez a újratemetése, régi emlékművek lebontása, újra, tehát a halottakkal operálnak aljas hatalmi célokból. És az élők meg egyébként az élők ellen voltak éppen, még azok élők ellen is, akik kimennek ilyen szarok miatt tüntetni meg egyebek, tulajdonképpen ezért nem lehet Magyarországon beszélni semmiről normálisan, nem lehet vitatkozni se gazdaságról, se társadalompolitikáról, se kultúráról, se művészetről, mert állandóan ezekben a úgynevezett történelmi sebekben vájkálnak. Tehát ez a Puzsérral még annak idején írtunk egy ilyen posztot, ez az utolsó posztunk a apuba, hogy a csontjai, őseink csontját taposnak. Na most ez az, amikor a holokausz sérültségre, a Trianon sérültségre, a Donkanyarra, második világháború, első világháború, mit tudom, különböző 56 tanácsköztársaság, különböző történelmi traumákra alapozva basztatják a lakosságot, és toboroznak szavazókat mindkét oldalon. Fasiszta veszély, kommunista veszély, antiszemitizmus, stb. És ebbe illeszkedik be ez az egész ilyen nekromancia, ami zajlik. Tehát amit most a kormány csinálna ezzel a Gábriel Arkangyalos emlékművel, ez nekromancia. Amit csináltak Kádárral, az nekromancia. Amit csináltak régen a munkásmozgalmi emlékművel, nekromancia. Tulajdonképpen Magyarország a nekromanta politikusok, illetve fekete mágusoknak az országa, amit halottakat mozgósítanak már hosszú évtizedek óta. Ez volt az a koncepció, amiről egyébként érdemes egy kicsit beszélni. Jó példa erre az egyik barátomnak a nagyapja. Azt kell tudni, hogy a nagypater az csak azért bevonult, mert egyébként hadirokkant lett volna, mert pupos volt, szerencsétlen. És csak azért bevonult, hogy a feleségét, aki zsidó volt, azt ne vigyék el. Mert hogy valami jobb státuszt tudott neki hívták, mondjuk így nem vitték el, hanem csak mondjuk munkaszolgálatos lett. Munkaszolgálatra vitték, de nem vitték el, hogy nem deportálták. És ezt csak úgy tudta elérni, hogyha bevonult. Ezért aztán bevonult. Valahol külföldön halt meg ráadásul, nem is Magyarország területén, de valamiért, valami közigazgatás jogból hazahozták Magyarországra, és Magyarországon könyvelték őt, mint halottat. Kizárólag a zsidó nagymuter kedvéért vonult be a nagypater, és a nagypaternek a neve az most rajta van a Turul emlékművön, bazd meg. És most arra a nagypaterra hivatkozva a Turul emlékművet az a politikai oldal, bazd meg, az a ünnepli, és ő rá, személy szerint ő rá hivatkoznak arra a nagypaterra, aki egy puposról van szó, bazd meg, aki elvette egy zsidót. Tehát nem a... És kecire nem védte meg, nem védte Budapestet a vörös hadsereggel szemben. Tehát egy szó nem igaz az egészből. Hát nem egy csokoládé huszáról. Kurvára nem. Nem egy gáborpászszerű, kicső magyarról. Tehát ez a nekromancia. Ez, amikor a halottat megfosztják az identitásától, megidézik tulajdonképpen, és kihasználják őt hatalmi célokra. Ez a nekromancia. És ez egyébként ez a leghalálosabb bűnök egyike, tehát ez a égvi, ha van pokol, amiben én nem hiszek, de most költőileg mondom, akkor tényleg égni fognak a pokolban örökké az ilyenek. Úgyhogy, fú, de komoly téma, aznak elmegyek TIA-ékhez valami. Tényleg, aznak ráiszol, akkor panadolt vett be és barna sört akar írni. Jó, egy pohárral, egy pohár barna sör. Rá lehet inni? Jó. Vida, nem jössz ki a helyemre? Hát itt pofázol egyfolytában. Itt dumálsz egyfolytában. Hát gyerünk ide. Bars. Én azt nem tudom. Például, amiben nagyon örülnék, hogyha segítenétek, hogy miért van a parlamenti képviselők előtt három gomb. Van egy gomb, amire az van ráírva, hogy igen. Van egy, amire az van ráírva, hogy nem. És van egy, amire az van ráírva, hogy tartózkodom.
Na kezdjük ezzel a tartózkodással. Ha bazd meg, tartózkodsz a szavazástól, akkor légy szíves, tartózkodjál akkor is, amikor fölveszed a 750 ezeres fizetésedet, bazd meg. Ha az államügyektől te csak úgy tartózkodsz, mert ahhoz neked jogod van, bazd meg, hogy hát most inkább tartózkodom. Most úgy vagyok, bazd meg, hogy tegnap nagyon bebasztam, most végig kellett ezt a vasat, hogy itt tartózkodom. És ez belefér. Ő neki nincs véleménye erről. Nem ez a szakterülete, érted? Ő tartózkodik. De van a tartó, tehát ez a három gomb valójában, ez a három gomb, ez azt jelenti, hogy van három lehetőséged arra, hogy nemet nyomjál, és egy arra, hogy igent. Ugye, fölteszik a kérdést, mindig úgy teszik fel a kérdést, hogy támogatod-e azt, hogy támogatod-e a rezsicsökkentést, mondjuk, ilyen egyszerűen. Erre háromféle nemet nyomhatsz. Az egyik az ugye a nem. Egy gomb, hogy nem. A másik az a tartózkodás. Amikor szintén nem támogatod, bazd meg, de még annyi gerincet sincs, hogy nemet nyomjál. Nem tudom, már most hagyj ezzel, faszom. Bazd meg, holnap vagy, ne, jövő héten, ne. Rezsi, csökkentés, túl bonyolul, csökkent, nőjön, nem tudom, rezsi. Tartózkodom, nem érted? Na! Ez a második fajta nem. Harmadik fajta nem, meg az, amikor be se jövök, bazd meg. Vagy bejövök, de nem nyomok lófasz sem. Vagy mellé nyomok. Nem tudom mégsem. Ez a három nem. És van ugye az igen gomb. Jelenleg, a jelenleg ízé szavazási rendszer az úgy néz ki, hogy háromféleképpen nyomhatsz nemet, és egyféle, hogy a mellé nyomsz, valamint a két nem, ugye? A tartózkodós nem, meg a nemet mondós nem, és van az igen. Most ez kurva jobb, az meg ezt a helyzetet, ezt úgy meg lehetne oldani, hogy van egyetlen kibaszott gomb. És hogy az lenne a gombnak a neve, hogy gomb. Ehhez mit szóltok? Ez a gomb lenne a gomb. Azt mondanák, hogy aki támogatja a rezsicsökkentést, az nyomja meg a gombot. Gomb! Az meg ellene végezve az egész baszmeg. Aki nem nyomott gombot, az nem támogatja a rezsit, csak egy kéz baszmeg. A közte van mindenki, aki tartózkodik, otthon a fasz átveri, a rezsit akar növelni. És ez mind közte van, baszmeg? Mind a nem nyom gombot. Abban van benne, baszmeg. Nem, hát sérülne a képviselő úrnak a joga. Ahhoz, hogy ő tartózkodjon. Vagy úgy tartózkodjon, hogy nem nyomja meg, hogy tartózkodjon. Tartózkodjon attól, hogy tartózkodik. Hát kötelezni? 750 ezer forintért havonta kötelezni azt a képviselőt, hogy úgy tartózkodjon, hogy még meg is nyomja a gombot. Hát nem áll. Ennyiért. Ő úgy tartózkodik, hogy ő nem nyomja meg. A joga van, nem? Na ez például, tehát hogy ebben például olyan mívesen benne van bazd meg a magyar közállapotoknak az elbaszottsága. Meg az egész úgynevezett képviseleti demokráciának ez a megtakarított a mikrofont. És van olyan, amikor nemet akar nyomni, de véletlenül igen nyom, mert elrontja. Ez is végülis a nem szavazásnak egy formája, csak magyarázkodni kell. De az a jó, hogy be van biztosítva a demokrácia, tehát ezért vannak 400-an. Hogyha itt rossz képességűek elbasszák, akkor is azért valamennyire kinőjön a többség akarata. Tehát, hogy így... És olyan is volt, amikor egy képviselő tudta, hogy mit akar a társa szavazni, és így átnyúlt és nyúlkált, és akkor így nyomogatott ilyen gombokat, hogy helyettük is szavazott, mert ők nem voltak benne. Azt a kurva geci. És mit nyomott helyettük? Tartózkodást? Ő tartózkodik, ő csak ő most nincs itt, most nem tud, de amúgy... Mit szólsz a volt barátainkhoz? A Gyurcsány oldalán. Tehát én amikor... Anarchista bűnözökhöz? A Sharing Gáborra gondolok mindig, és én azt... Aki még egy normális helyet sem tudott szerezni azon a kurva listán, tehát hogy ha sikerülni is fog az meg, akkor sem fog sikerülni neki. Tehát hogy én azon, hogy mikor érkezik el az a pont, amikor már nem tud megmagyarázni mindent, bazd meg. Tehát mi az, amit... De nem lehet mindent megmagyarázni. Nem lehet mindent megmagyarázni. Egyébként, ha jó, tuti egyébként, hogy a Mesterházi helyett még a Gyurcsány lesz a miniszterelnök jelölt, basszák, ehhez bírnám legjobban, ez kurva jó lenne.
kurva jó lenne. Az Orbán jó megvette szerintem abban. Tudti, hogy az Orbán ember a Gyurcsány. Az kurva jó. Nagyon profi ez, az nagyon profi. Ja, Isten. Nem az, hogy a Gyurcsány az valójában ajándék az Orbánnak. Ő büntetés. Ő mégis ajándék. Ő mégis ajándék. De ugye, ez az, amit nem dölt el egyértelműen. Tehát amikor jött a Gyurcsány 2004-ben, botott zászlót a Gyurcsány, akkor így egyértelmű volt a fideszesek így újjongtak, hogy nagyon jó, milliárdos geci, na pont ő kell. Pont ő kell nekünk, ezeket fogják az meg izé, gyűlölj fel egy jobban. Tehát 2006-ban volt a szopás, akkor az volt, hogy bassza meg, mégse jó, mégse örülünk. Aztán jött az összödivel, ja, mégis kurva jó. De azóta kurva jónál tartunk. De kurva jónál. Tehát először is bassz meg izé, már az MSZP hajója lesüllyedt, a Gyurcsány még gulváruhába utána ment, és még kurva rajta bassz meg. Középen bassz meg még jobban lesüllyedjen. Most egy kicsit, hogy egy picit így az iszabból nem jött a felszíre, Gyurcsány megint bulvárulát, bazd meg. De most nehéz bulvár, tehát nem is azt a könnyű, ez a nehéz, tudjátok, akik a csatornákba mennek a szartot, izén, hogy van ott, mit tudom én, dögött akármi, akla vagy bomba, izén. Én nehéz bulvárulában megy a Gyurcsány, bazd meg, de most már nem fúróval, hanem tudod, ilyen izével, ami így darabokra, ilyen láncfűrésszel, bazd meg, maradjon még valami a lángvágóval, tehát még az MSZP hajójából, még ami van azt aztán izé. Egyébként bizonyos értelemben ez jó, mert már régen el kellett volna a maszoknak pusztulni meg ennek az egész korrupt baloldalnak. És el kellett volna, hogy vegye az anarchista baloldal a helyét. Hát persze. Vagy ő az MSZP retkes Attilája, ezt hallottuk mindától. Gyurcsányról? Ki a faszom az a retkes Attila? Az SZDSZ utolsó elnöke volt. Retkes Attila, retkes Attila soha életében magad, nevét nem hallottunk, bazeg, hogy elbúcsúztottak. No. Hát ennyit. Szóval szomorú azért ez a politizálás. Szomorú ez a politizálás. Olvastál valaki, Robi, te olvastad Daryl Bainbridge-nek egy Adolf Liverpoolban című regényét? Senki nem olvasta? Hát, ez az az igazság, nem csodálkozom ezen az információn. A 16 éves Adolf Hitlerről szól, aki Angliába megy meglátogatni a bátyját, Alois Hitler, fiatalabb Alois Hitler, mert ugye az apjukat is Aloisnak nevezték. Féltestvérek voltak, azt hiszem hárman vagy négyen, volt az Angela, volt az Alois, és volt az Adolf, mindközül a legtehetségesebb, és a bátya kocsmáros volt, kicsit többre vitte, itt Angliában volt kocsmáros, és akkor meglátogatja Angliában, és a következő történik, csak ezt föl kell vegyem az olvasó szemüveget, mert tudjátok, az történt, hogy szeptember 5-én megműtötték a szememet, szürkehályoggal, ez már ilyen öregkori szürkehályog, és azóta távolra jól látok, jól kibasztak velem, mert látom a nőkön, bazd meg, az ilyen pattanás, szeplőt, bajusz, cakál, tehát ilyen minden, és rájöttem, hogy fiatal koromban miért voltam olyan gátlásos gyerek, és az utóbbi időben meg miért voltam ilyen... Miért olyan stabil az erekciód az utolsó néhány évben? Igen, és most valahogy a szemműtét óta megint jó fiú lettem, visszatértem a kamaszkori félénységhez. Na de közben meg olvasni nem tudok, csak szemüveggel. Azt írja... Ja, igen, erről beszélt a Vutka Puzsér. Azt mondja, hogy a bátya, én mint szerencsejátékos, mondja Hitlernek, akármikor föltenném rád a pénzemet, ha láttam már nyertest, hát az te vagy. Annyi előnyöd van, a fiatalságod, a kitűnő eszed, a jó családi háttered, a hátterem, ismételte meg Adolf. Rendes szülők, szilárd otthon. Ahogy az ember öregszik, rájön ezekre a dolgokra. Alois érzelgősen az öreg Hitler, már az apjuk, képe felé pillantott és megbiccentette a fejét. Adolfot felháborította az igazságnak ez a siralmas eltorzítása. Talpra ugrott. Rendes, üvöltötte. Az öreg törvénytelen gyerek volt, és te is az vagy. Háromszor nősült a rohadt.
téged olyan rendszeresen vert, hogyha letolnád azt az elegáns nadrágodat, még mindig meglátszana a nadrág szín nyoma. Kettőnál a vásár, motyogta Alois. Az ember beilleszkedik, az ember megbecsüli, egy frászt csinál az ember, kiáltotta Adolf. Fattyú volt, mind a ketten fattyúk vagytok, fattyúk! A megvetéstől értelmetlenül dadogva a falafogashoz rohant, felugrott a levegőbe, és jókora túrhát köpött a falon lógó fényképpen. Mármint az apjára. Tehát ez visszaad valamit abból, tudod, amit mondtál. A Führer életében így ki tudott volna törni az apja ellen, mint ezekben a sorokban olvasható. Tehát nem igaz, amit a Berlin Bridge írt. Valaha életében így föl tudott volna törni Adolfból az apjával szembeni dű, akkor alig, ha nem elkerültük volna a második világháborút úgy, ahogy van bassza. Mert ez pszichoanalitikus. Ez egyértelműen. Tehát az, hogy a Führert, az apja úgy verte, mint a lovat, az tény, az életrajzi tény. De az Alois is a bátyám. Nem úgy, igen. Csak az Alois nem élt vele, bassz meg addig, ameddig Adolf. Tehát Adolfra azt kell tudni, hogy Adolfnak egy átlagos estéje az úgy telt, hogy házi feladatot írunk, aztán fürdünk, aztán jön a verés, majd a vacsora és a fekvés. Tehát ugye ez a rendes napirend. Tehát Adolfot nem azért verték, mert Adolf aznap rossz fát tett a tűzre, valamit nem tudom én, nem csinált egy elmulasztott, vagy szemtelenkedett, vagy rossz jegyet kapott az iskolában, vagy bármi ilyesmi. Nem. Adolfot azért verték, mert ez a pedagógia része volt. Ez azt jelenti, hogy az volt a gondolkodás a gyerekre akkor, hogy a gyerek az olyan, mint egy Mustang, mint a vadló. A rosszasága, az nem morális értelemben vett rosszaság, hanem biológiai. Egyfajta élethelyzet. Az életkorából, az antropológiai helyzetéből fakadó elrendeltség. És a gyereket azért kell verni, hogy a gyereket betörd. Társadalmi szociális lényé változtasd. Tehát ugyanolyan, hogy a Mustangon nem lehet lovagolni, csak ha betöröd. Így gondoltak az ember gyerekre akkor. És azért hát az öregnek azért volt egy kis frusztrációja. Mert az öreg tényleg jó esély van rá, hogy zavi gyerek volt, és megvan rá az esély, hogy mivel hogy a muterja zsidóknál szolgált, megvan rá az esély, hogy félig zsidó volt Alois. És ezt Alois sosem tudhatta biztosan. És egy ilyen bizonytalanság így belengte Aloisnak a pszichéjét, meg az egész családi légkört. És ez a fajta bizonytalanság, ez Aloisnak a jellemét, egész karakterét nagyon instabillá tette, és a frusztráltságát Alois nagyon intenzíven vezette le Adolfot. Ezt kell, hogy mondjam. Az Adolfnak a gyűlölete, az antiszemitizmusa, az megvan alapozva a család történetében. Pedig nem volt az apja egyébként ilyen, semmilyen akkori jobboldali szervezetnek, mert voltak már azok a első világháború előtt is. Az apja kispolgár volt, hogy még egy ilyen szervezetre sem ment el. Az apjának a mindene, az élete az volt, hogy valami vasúti felügyelő volt, vagy valami állomásfőnök, vagy valami. Vasutas tiszt volt. Szerelvények időben induljanak, és hogy az ő közvetlen főnöke az vele meg legyen elégedve. Neki ez volt az élete, a mindene. És amilyen engedelmességet tanúsította a saját hivatala iránt, olyan engedelmességet követelt meg Adolftól. De Adolfnak nagyon-nagyon szar élete volt. Tehát most így képzeljétek el, hogy mondjuk 14 éves korodig, amíg meg nem hal a pater, téged minden nap tendenciózusan ütnek, vernek. Minden nap úgy, hogy nem tudod elkerülni a verést. Nem tudsz úgy viselkedni, hogy ne verjenek meg. Hát törvényszerűen ütnek, vernek minden nap. Nehéz elképzelni ezt mai fejjel. Ki már minden megmagyarázható. Nyilván a megbocsátható, meg a megmagyarázható nem ugyanazt jelenti. És attól, hogy valamit meg tudunk magyarázni, attól nem kell, hogy megbocsáss mindenáron. De ha valamit nem értesz, attól nagyon tudsz rettegni. Ha valamit értesz, az egy lépés afelé, hogy felold magadban az ezzel kapcsolatos szorongás neurózist. És ha már érted, akkor már akár röhögni is tudsz rajta. Amíg nem érted, addig démon arca van. A démonon nem tudsz röhögni. És én úgy gondolom, hogy amíg nem tudsz röhögni, abba belebetegszel. Ezért érdemes első lépésben megérteni, második lépésben meg az arcába röhögni. És akkor a démon lelepleződik. És kiderül, hogy nem is démon, hanem csak valamiféle korszvattyú.
egy szerencsétlen kölyök, akit vert az apja, mondjuk. Egyébként Helen Miller nevű pszichológus nő, az megvonta a Führernek a pszichoanalízisét. A Führernek a pszichéjében a Vater az a zsidóságnak felelt meg. A Mutter az pedig Németországnak. Akit erőszakol a zsidó. Hitler kellett, hogy megvédje Németországot a zsidóságtól. És az, ebben benne van a Stockholm-szindróma is, vagyis az azonosulás a zsarnokkal. Igen. Tehát a Vaterral való azonosulás, a Vater helyzetébe saját magát képzelte bele, tehát saját maga azonosult a Vaterral, de a Vaternak az eltitkolt, tabu zsidó identitása vagy személyisége ellen való harc. De mindez meg nem nyilvánultan, hiszen ez a családban sem nyilvánult meg soha. Tehát ez nem lett kimondva, de a kis Hitler az mindig érezte ezt, és soha nem lehetett benne biztos. És a Vaterral is ez volt a helyzet. Tehát a Vater mondjuk megtudta volna, hogy ő zabi gyerek, és tényleg, ha nem tudom én, a anyjának a zsidó szolgálója az, aki a Mutter teherbe baszta. Fordítva, a gazda, nem? Igen, a gazda. Az anyja volt a szolgáló. Igen, úgy értem, hogy a zsidó gazda az teherbe baszta az ária szolgálót. És ebből lett Alois. Alois Adolfnak jobb világa lett volna, és Aloisnak is egészségesebb pszichéje lett volna. Egyébként, ha biztos vagy valamiben, amitől félsz, már jobb a helyzet. A legrosszabb a bizonytalanság, amikor ki se tudod teríteni, hogy mi az igazság. Tehát nem tudhatod, hogy zsidó vagy-e vagy sem. De az igazi antiszemitizmusnak a nagyon-nagyon mélyről feltörő, zsigeri, démoni mélységű, Alulnézeti, igazi mi alulnézeti antiszemitizmusnak ez az alapja. Az, hogy ez a folyamatos bizonytalanság, ez a folyamatos identitás hiány. És lehet, vagy identitás válság. A zsidó megerőszakoló teremtett téged ráadásul, érted? Szóval, és kurva érdekes, nem tudom, olvastátok amelyik kampot? Persze, hogy nem. Szóval, hogy ott... Olvastam, csodálatos szövegek vannak benne. Hogy a fekete hajú zsidó fertőzi az árja nőknek a izét, érted? És azt mondja, az ő lánya így soha nem engedi, hogy egy árja megbecstelenítse, ami egyébként egy fasság, mert volt egy csomó vegyes házasság, meg szeretői viszonyok, meg minden. De Hitlernek a beteges agyában ez így volt, hogy csak a zsidó férfi kúrja a német nőt, a zsidó nőt sose kúrja a német férfi. Érted? Ezt leírja a izében, mely kampan. Nagyon, nagyon költői képekkel operál a Führer. Azt írja, hogy a zsidónak belső késztetése, hogy hazudjék, mégpedig, hogy állandóan hazudjék, épp úgy, ahogy az északi népek mindig kénytelenek meleg ruhát hordani. Van egy olyan, hogy ahogyan a hiéna ragaszkodik a dökhöz, épp úgy lételeme a marxistának a hazaárulás. De ilyen nagyon fasz képek ezek. Képzavar. Tehát a Führert nem az irodalmi stílusáért szeretjük, hanem annak ellenére. Na jó. Kihúzod a gyufát. Jön még a Stix, vagy Stox, vagy ki a fasz? Ja, fasz a Stix. De ő basztatott, hogy zsidózol? Hát tudom, a Stix folyod. Ott kéne átküldeni Stix-et, de visszaseg. Ja, de ez a Stix, aki a Stex-ért viszállt a Stix-ön és Stex-et. Ez a csávó, ez hány éves? 50-60 között van. Aha. És mi volt ez az izé, hogy te rohadt holokauszt tagadó vagy, mi a faszom vagy? Az a Bede volt. De az is benne volt, mindegy. De a Bede az egy jobb fej, nem? Hát addig én is azt hiszem. Figyeljetek! Itt döglünk
már meg, és ráadásul előbb kezdtünk, nem késtünk annyit, mint máskor. Magyarázkodj! Ezeknek! Kérdezzetek már valamit, és az a rohadt geci, aki mindig kijön ide szónokolni, az ott lemarad, és nem segített nekünk, mert látja, hogy betegek vagyunk, fáradt öreg, megfáradt betegek, és itt szövege legfolytában is, de a munkás, ez az, tehát ráadásul te itt még, hogy hívják ezt, akadályozod a szabotőr, vagy szabotálod itt a munkákat, de ezek segíteni nem segített. Most a közönségtől annyi mindenről szó volt, annyira csodálatos, ilyen palettáját, széles palettáját adtuk a minket foglalkoztató legaktuálisabb kérdéseknek. És most akkor én megkérdezem, hogy ebben az utolsó pár percben van-e valakinek valami hozzászólni valója vagy kérdése? Igen, 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 parancsoljon fiatalember. Verte őt. Orbán Viktor verte az apja. Verte. Gyurcsányt ott hagyta. Gyurcsányt elhagyta, igen. És ezek nem véletlenek. De egyébként érdekes ez a pszichoanalízis. Akkor azért Freud... Egy normális fater kiutott volna, mindannyian jobban járunk. Bármelyiknek többé-kevésbé. Egy fater kiutaltak volna az Orbánnak, meg a Gyurcsánynak, az meg. Már jobban jártunk volna, de tényleg. Egyébként tegnap hallottam egy olyan véleményt, hogy van egy ilyen tendencia a világban, hogy valahogy a pszichoanalízist háttérbe szorítani. Egyrészt a genetika, a genetikának ezzel az olcsó ilyen ideológiával való lecsapatásával, miszerint mindenért a gének a felelősök, ami egyébként áltudományos és normális genetikus ilyet sosem van, csak ez ugye megjelenik a populáris kultúrában. Másrészt meg az olcsó primitív pszichoanalízissel, ez a 3 nap alatt, mit tudom én, trénered leszek, és mit tudom én, ez a pénzes tanfolyamok, meg egyebek. Tehát, és akkor egyik, megapottam egy ilyen előadáson, és valaki azt fogalmazta meg, hogy most nem összeesküvés elméletileg gondolja, hogy ezt tudatosan valakit kitalálták, de valahogy mégis úgy működik ez az egész, hogy a pszichoanalízisnek a háttérbe szorítása az egyszerűen csökkenti az ember szabadságát. Tehát az mindig a felszabadulás egyébként, az önismeret, az igazi önismeret, nem ez a ilyen, amit a Woody ellen is kicikizett, meg nem ezek az ilyen izék, ilyen lárvás, ilyen gésa, soma, mamás, pozitív energiás, meg reikis, meg mit tudom, New Age-es lófaszok, hanem a rendes pszichoanalízis. Valahol az önismeret és az analízis, az felszabadítja az embert, és annak elvileg a végeredmény szabad ember. Tehát egy kívülről, belülről szabad ember. És az valahogy nem jó igazából egyik rendszernek sem. Tehát nem véletlen, hogy a Szovjetunióban kurvára felfutott az első években, amikor az még egy érdekes ország volt. Lenin dacára a korai Szovjetunió egy kurva érdekes ország volt. Egy ilyen nagyon furcsa, ahol szörnyű dolgok voltak együtt, nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, és nagyon modern, és nagyon progresszív dolgokkal. És aztán Sztálin az lekaszált mindent. Tehát például a Sabrina Spierwein féle, nem tudom, látta valaki ezt a filmet arról a csajról? Freudnak a tanítványa, Jung szeretője, mindegy, és csinált ilyen pszichoanalitikus óvodát. És volt a ruszkiknál egy csomó ilyen, és minden diktatúra üldözte ezt az egészet. Üldözte a pszichoanalízist, a Hitlerék is, a Sztálinék is, és valahogy ennek a vadkapitalizmusnak sem jó, csak ez nem üldözi, mert ez egy liberális demokrácia, de valahogy úgy háttérben van, és de mondom, rendszer szintű dolgokról van szó, tehát nem arról, hogy valakik tudatosan és mesterségesen háttérbe szorítják, valahogy a rendszer úgy működik, hogy ez úgy ne legyen. Neked, Robikám, erről, mint egyébként a pszichoanalízis nagy barátjáról, mi a véleményed? Visszatérve az Orbán Viktorra, Orbán Viktor szerintem az évek során egyre inkább az apjává vált. A saját apjává vált. Hát az Orbán Viktor azt a karaktert, azt a figurát, amit most látunk, azt az évek során a politikai érdekérvényesítésnek a küzdelmei során vette föl magára, mint egy nyúlt vissza az apjához, ezért a karakterért. Ezért az identitásért. Tehát az Orbán Viktor az igazság, hogy az Orbán Viktornak sikerült száraz lábbal kilépni az apja pohójából, és aztán mégis vissza kellett térni az apjának a karakteréhez, és azzal föl kellett, hogy vértezze magát a politikai érdekérvényesítés sikereihez. És végül Orbán Viktor szőröstől bőröstől Orbán győzővé vált.
már azt mondhatjuk. Hát ő, jó, ne, ezt, ennél azért, hát azért nem ennyire primitív a helyzet, hogy most ő veri a népet. Úgy van, hogy azt a fajta tekintély pozíciót és tekintély attitűdöt sajátított fel, amit a családban az apjától látott. Onnan tudom, hogy az Orbán Viktor kiszabadult az apja nyomása alól. Van az Orbán Viktornak ez egy 1988-as videója, ahol nagyon-nagyon nyílt tekintettel, nagyon-nagyon egy ilyen nagyon... Ez egy híres, a múltkor már dumáltam felszabadult, egy felszabadult karaktert látsz, aki nagyon közvetlenül és nagyon hiteles attitűddel beszél arról, hogy az apja hogyan verte őt. És hogy ő ezt hogyan élte meg ezt az egészet. És azt látom azon az emberen, hogy ez az ember ezt feldolgozta, és túllépett rajta. És ha akkor nem megy el politikusnak, hanem elmegy egy egyetemi oktatónak, ahogy arról akkor ott beszélt is, hogy ő inkább menne el egyetemi oktatónak, mint politikusnak, ez a politika dolog őt nem érdekli. Magyarország jobban teljesítene, vagy jobban járna. 1988-ban. Hitler ha ő akkor elmegy egyetemi oktatónak, akkor ezért a karakterért, aki az apja, soha nem kellett volna visszamennie gyerekkorába. Hogy azt magára öltse. Mert soha nem lett volna erre kényszerítve. És ma is az a szimpatikus, joviális karakter lenne, aki akkor volt, vagy akinek akkor látszott. Nem ez a görcsbe merevedett fasz, akit látunk. De most a Gyurcsánnyal a helyzet nagyon hasonló. A Gyurcsányt ugye elhagyta az apja. A Gyurcsány hasonló, persze nagyon nem ugyanaz, de hasonló. Az apjával való kapcsolatában keresendő a megoldás. Mind a két helyzetben arról van szó, hogy a muter az az ország. A muter az a nép. Ő azt képviseli, azt védelmezi. A Gyurcsányt ott hagyta a fater. Elhagyta. A Gyurcsány mindent, amit gyűlöl, a magyarországi jobb oldalt, ezt a nemzeti keresztény középosztályos hortifasiszta, stb. Pont, most a képzeljet hozzá a további gyurcsányi áldákat ide. Ezeket az apjával azonosítja. Hát mindez az apja. Hát ez egy proli volt. Hát te most szimbolikusan érted. Hát hogy mit az egy ilyen apaszerű, erőszakos valami, egy felső... Nem erőszakos, hanem egy projekciós felület, amire bármit... Igen, egy olyan projekciós felület, amire bármit rá tud vetíteni. De igazából nem felettes én, inkább úgy fogalmaznék, hogy alantas én. Na jó, de nem az a felettes én, éppen ellenkezőleg. Felettes én az, aki megszakul. Egy lehasított én rész. Árnyék, a jó. Igen, a jó árnyék. Igen, egy ilyen árnyék figura. És ő ellene harcol. Mert hogy a Gyurcsánynak gyerekkorában meg kellett harcolnia, meg kellett küzdenie azért, hogy fenntartsa saját magát, meg az anyját. Tehát tulajdonképpen meg kellett harcolnia azért, hogy átvészelje azt a helyzetet, amiben az apja kényszerítette őt. Na most pontosan ugyanerről van szó. Gyurcsánynak ebben a helyzetben ugyanúgy meg kell védelmeznie, és fel kell szabadítani a magyar baloldalt, amelyet a hortifasiszta, mocskos, keresztény kurzus abban a helyzetben hozott, amiben van. Tehát, hogy ez a megfeleltetés, ez tökéletesen működik a Gyurcsány esetében is. Ez egy rövid pszichoanalitikus látlelet volt, de hát ezt sokkal, sokkal bonyolultabban, sokkal összefüggőben, meg komplexebben is ki lehet fejteni, csak erre jövő alkalommal szerintem sort keríthető. Jó, hát köszönjük a figyelmet is. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz, és a következőt folytatjuk. Jó, és akkor...